Köszöntünk mindenkit nagyon sok szeretettel itt a Sunniverzum YouTube csatornáján. Itt ül mellettem Németi Szilágyi Norbert. És Csorba István Száni. Ül Norbert mellett, ugye már? És Norbi felhívott engem azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy műsort az HBO Max-en nemrég megjelent első igazi HBO-s reality show-ról, a... Hídról. A Hídról, én meg azt mondtam, hogy jó. Eltúlozhatjuk egy kicsikét, de tényleg nagyon nagy hatással volt rám ez a reality. Én nem vagyok reality kedvelő, viszont a Big Brother és a Celeb vagyok Mencskinen és hasonló formációkat ismerem, formátumokat ismerem, láttam belőle többet. Őszinte ezek nagyon sokszor sajnálkozva néztem, tehát botrányosan rosszul sikerül néhány. És mivel Magyarorsi Csaba, ugye, aki ennek a műsornak, már nem ennek a hídnak a műsorvezetője, akit én nagyon kedvelek, ő a műsorvezető, illetve Varga Ádám, egy másik nagyon kedvelt közös ismerősünk, is szerepel az említett Híd című műsorban, ezért úgy döntöttünk Szanival, hogy akkor miért ne beszélnénk ki egy reality show-t is. Lemegyünk hídba és megcsináljuk. Gyakorlatilag. De nincs, aki felavar. Sőt, egyébként érdekessége, hogy a műsor egy bizonyos pontján nem is olyan sokára telefonon hívjuk Varga Ádámot, és ő is elmondja, hogy miket tapasztalt a műsor közben, vagy hogy miket élt át, hogy dolgozta fel ezeket a eseményeket, amik történtek a forgatáson. És néhány kulisszatitokba is beavat minket. Óvatosan reméljük, hogy erre is rá tudjuk majd venni. De addig beszéljünk egy kicsit magáról, erről, hogy valóság show, reality show. Mitől reality show egy reality show? Még most vonatkoztassunk el a Hídtól tényleg egy 2 perc erejéig. Hol kezdődött ez Magyarországon? Én úgy emlékszem, hogy az a Big Brother való világ 2-s indult el ezen a vonalon. Ez a sima, zárjunk össze embereket és nézzük meg, hogy mennyire marhulnak meg gyakorlatilag. Igen, ott még nem volt koncepció. Nyilván voltak mikrofeladatok, voltak ugye tematikus hetek, iskola hét, dolgozós hét, Mikulás hét, meg nem is tudom már milyen hülyeséget találtak ki, de ott nem egy szentesített közös cél volt, hanem gyakorlatilag ez egy egyéni játék. Tényleg már az elejétől fogva úgy kellett hozzáállni, hogy majd ezt valaki megnyeri, a 12 milliót, a kocsit, a házat, a malájnénit, mindenkit. De gyakorlatilag ez egy darabig így is maradt. Igen, nem is nagyon volt igen, más. És a játéknak az volt a nagyon különleges pikantériája, hogy ugye úgy kell szimpatikusnak maradni, hogy közben meg te legyél a szimpatikus, de te legyél az erős, biztosan te juss tovább. Igen, ez egy olyan nagyon egyéni. Kettősség, ez most, figyelj, a nézőknek szimpatikusnak kell lenned, mert nyilván ugye ezeknél a valóságsóknál a Híddal ellentétben itt mindig a közönség szavazott. Ja, ez mekkora különbség. Telefon, azért nyilván ott semmi köze nem volt ugye a közönség az ilyen szinten. Legyél szimpatikus a nézőknek, de a nézőknek ha szimpatikus vagy, nem biztos, hogy szimpatikus vagy a játékos társainak. Tehát rohadt nehéz volt úgy manőverezni, hogy úgy az arany középúton maradj. Vagy ha mindig jó fej vagy, mindenki ilyen simulékony vagy, akkor megmondják, akkor unalmas vagy. Unalmas vagy, megjátszod magad. Hogyha nem körülötted forog a világ, akkor megint unalmas vagy, azért szavaznak ki. És akkor ezt engedjük el, mert ugyancsak realitynek nevezzük azt, ami a Hídban történt, de itt, hát mondjuk legyünk őszintén, nem egy luxus villába zárnak össze embereket. Nem annyira. 68 kamerával, fullon feltöltött hűtővel és különböző koktélokkal és ki tudja milyen tudatmódosító szerekkel. Nem az, hogy leadjuk este a kívánságlistát, hogy holnap 2 üveg viszki, 3 doboz cigi, meg stb. Mit szeretnék inni. Itt kérlek szépen egy faházban kell lakni 13 másik emberrel, tehát 14 ember van összezárva néhány napig nomád körülmények között, dolgozni kell, és akkor most jön a nagy érdekesség, hogy gyakorlatilag egy a közös cél. Nyilván mindenki tudja, hogy nem maradhat benn mindenki, viszont ugyanúgy lavírozni kell, hogy akkor jó fej is legyél, dolgozzál is, de azért tudjad, hogy... Taktikázni valahol. Taktikáz. Igen. Itt pénzről szól minden, pénzért megy oda az összes ember, aki oda került azért, hogyha kicsit jobban belemegyünk majd a karakterekbe, akkor rá fogtok jönni, hogy nem véletlenül vannak így összeválogatva, illetve nem mindenki teljesen a hétköznapi világból érkezik. Tehát egy teljesen más koncepció van itt fölépítve, mint az említett ennyi reklámot már régen mondtam a Big Brothernek és a való világnak. Tehát, hogy ez a Híd. Igen, ott régen azért, ha belegondolsz, még a való világ első pár szériájánál a közönség szavazta be, hogy kik kerüljenek be a világba, ugye utána már ott is direkt casting volt. Itt viszont egyből kaptunk egy brancsot,
akikkel elindul ez a műsor. Tehát hogy gyakorlatilag itt a közönségnek ebben a részében nem, sőt, hát gyakorlatilag semmilyen részében itt nem volt beleszólása, tehát ez már ebben is különbözik, hogy nem kellett SMS-be, alkalmazásba szavazni semmi, egyszerűen le kellett ülni és élvezni kellett a műsort, és úgy gondolom, hogy ezt szerintem javarészt meg is tudtuk tenni, mert én azt mondom, hogy bármilyen negatívum, ami ezután el fog hangozni, mert nyilván szedtünk össze ilyet is, mert semmi sem tökéletes, de ennek ellenére én azt mondom, hogy egy teljesen korrekt a műsor. Ha el tudsz attól vonatkoztatni, hogy mennyire, nyilván sokan kötekednek, nem hiszik el, előre megvan írva, blablabla, valószínű, hogy el is fogunk tudni majd Ádámmal beszélni egy kicsit, de nyilván őt is köti a titoktartás, de azért próbálunk belőle kihúzni egy-két mondatot, de nyilván élvezni kell, tehát le kell ülni, nézni kell azokat a helyzetkomikumokat, biztos, hogy fogsz benne hibát találni, biztos, hogy megfordul a fejedről, hogy jó, hát ez így volt megírva, meg stb. De ezeket engedjük el, és tényleg bárkinek, aki nem szereti a való világot, azoknak is nagyon ajánlom, hogy nézzék meg, mert ha meg is van írva, rohadt jól meg van írva. Én ezt mondom. Ad egy a forgatókönyv, ad kettő. Nem tudom, hány operatőrrel csinálták, nagyon sokkal, talán nincs is jelentősége, de hogyha megnézitek akár csak az intrót, de megnéztek belőle egy részt, tehát olyan gyönyörű vágások, olyan gyönyörű képek, olyan gyönyörű átvezető képek vannak, minden nagyon szépen meg van csinálva, és ne felejtsük el, hogy nem egy egyszerű környezet. Beszélhetünk itt, de ne beszéljünk róla, hanem akkor most hívjuk fel Ádámot, és akkor minden faggassuk ki egy kicsit. Faggassuk ki, és a részletekkel, illetve a konkrétumokkal, a pozitív és a negatív oldala, pedig a telefonhívás után. Halló, halló! Halló! Halló, szia Ádám, szia! Hello, hello! És akkor, ahogy megbeszéltük és megígértük, itt van Varga Ádám a vonalban. Milyen furcsa az, hogy Varga Ádámnak szólítunk, ugye? Nem művész néven kell, vagy szereplő neven kell téged szólítani. Ugye nem ez volt az első ilyen reality-d, másabb volt ez, mint az elsőd? Az a helyzet, hogy ez volt az első ilyen reality, mivel hogy ezt előbb forgattuk, mint a celebet. Csak ugye a celeb vagyok, az élőbe ment le tavaly október-novemberben, ez pedig tavaly augusztusban forgattuk. Tehát ez volt az első, a híd volt az első reality élménye. Hát ez most ciki, hogy ezt nem tudtuk, de legalább őszinte. Nem baj, hát ezt nem tudhattátok. Szóval, hogy tényleg ez volt az első ilyen élményem, és akkor utána rá egy hónapra mentem Kolumbiába. És hát, hogy válaszolva a kérdésedre, nagyon más volt a kettő. Tehát, hogyha mondjuk színész fejjel gondolkodom, vagy úgy akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy olyan, mint hogyha leforgatnál két teljesen más műfajú filmet, csak az egyik mondjuk egy pszichodráma, a másik meg egy vígjáték. De ettől függetlenül mind a kettő nagyon, nagyon kemény volt. Nem szeretnénk sokáig feltartani. A kérdésem az lenne, hogy mennyire volt nehéz? Figyelj, tehát nagyon kemény volt fizikálisan mind a két műsor, a híd is brutális volt, hiszen heteken keresztül kemény fizikai munkát végeztünk reggeltől estig, de szerintem a mentális része az sokkal nehezebb volt. Tehát engem például a híd mentálisan sokkal jobban megcsavart, mint fizikálisan. Tehát nekem lelkileg nehezebb volt a híd, mint a celeb vagyok. A celeb vagyok is nagyon kemény volt, ott is teljesen kizsigerelte az ember a szervezetét, de az egy flow műsor volt, tehát ott nem volt ennyi konfliktus, nem volt ennyi morális dilemma, és ott nem volt egy pénznyeremény, amiért küzdenek az emberek. Tehát, hogy a hídnál ez volt inkább a kemény, hogy a mentális része volt, szerintem sokkal sűrűbb a dolognak, és például miután én hazajöttem a hídból, utána nekem sok idő kellett, hogy így én így helyreálljak mentálisan. A celeb után nem ez volt. A celeb után sokkal könnyebben jöttem vissza, és frissebben felszabadultam, hiába volt az is nagyon kemény fizikálisan. Nem tudom, hogy mennyit lehet elárulni, ugye már megtekinthető az összes rész, tehát gyakorlatilag spoilermentesen, vagy akit érdekel, az megnézheti. De árulj el néhány titkot, tehát gyakorlatilag hány órát, effektíve hány órát dolgoztatok egy nap? Figyelj, nem tudom pontosan, mivel hogy nem volt óránk, és nem volt nálunk telefon, tehát igazából teljesen elvesztettük az időérzékünket, semmilyen kapcsolatunk nem lehetett a külvilággal, de még a stábtagokkal sem, tehát például hiába voltak ott körülöttünk operatőrök, nem szólhattunk hozzájuk, tehát ez nagyon szigorúan volt véve, csak a szerkesztők, a kijelölt szerkesztők beszélhettek velünk, és még a stábtagokhoz sem szólhattunk, óránk se volt, tehát valamikor hajnalba keltünk, és estig dolgoztunk, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mikor, de általában kora reggeltől
estig tartott a forgatás, ugye ez nem egy olyan reality volt, ahol fix kamerák vannak, és a 0-24-be veszik a cselekményt, meg mindent, tehát hogy egy bármit bárhonnét be lehet vágni, tehát például a szobáink nem voltak bekamerázva, hanem az volt, hogy reggel elindult a forgatás, és akkor mondjuk a reggelinél megbeszéltük, akkor jött ugye a vörös fény, akkor kaptunk valami feladatot, vagy hírt, vagy akármi, és az volt nagyon fontos, hogy ne történjen semmi kamerán kívül. Tehát, hogy mondjuk este, amikor nincs forgatás, akkor mi ne beszéljük meg az aznapi történéseket, hanem voltak bizonyos szabályok, amiket be kellett tartanunk, hogyha valakivel van egy problémánk, vagy megbeszélni valunk, vagy akármi, akkor azt csak kamera előtt tehettük. Tehát akkor szólni kellett, hogy figyeljetek, itt van egy szitu, akkor most gyertek ide, mert ez fontos, hogy ezt el akarom mondani. Tehát, hogy ez volt mondjuk más a celephez képest, ott nem volt más dolgunk, csak léteztünk a táborba, és mindenbe volt kamerázva. Itt viszont folyamatosan 5 operatőrrel kellett dolgoznunk, és nagyon kellett figyelni arra, hogy ne maradjanak le semmilyen fontos történésről. Fizikálisan elfáradtál akkor? Mert ugye te főleg azokkal az eszközökkel dolgozni biztos nem volt egy leányáló. Hát figyelj, nem volt az, de persze, hát minden nap hulla módon estünk be az ágyba, szóval este már nem is nagyon volt kedvünk beszélgetni meg akármi, mert nagyon elfáradt mindenki, de mondom, nem a fizikális része volt a nehéz szerintem ebbe az egészbe. Persze, nehéz volt fizikálisan, de egy idő után átkattan az ember, tehát hogy én egy ilyen, nem tudom, robottá, vagy ilyen fűrészgépé váltam egy idő után, és nem tudtál volna annyi fát elém rakni, amit ne tudtam volna elfűrészelni, ugyanígy a többiek is, ahogy baltáztak, ahogy hordták, nem tudom. Tehát, hogy iszonyatosan felszívtuk magunkat, és a végére még meg is erősödtünk, tehát persze fárasztó volt, de hogy egyszerűen, ahogy megszoktuk a munkát, ahogyan megismertük a munkafolyamatokat, mindenki iszonyatosan rá tudott erre pörögni. Tehát persze fárasztó volt, de szerintem még simán bírtuk volna, tehát hogyha amikor ott megépült, ott olyan fizikai állapot volt mindenki, hogy még kétszer annyit is, ha kell, akkor legyártottunk volna. Tehát annyira motivált volt mindenki, hogy megépüljön a híd. Bár mondjuk ez most lehet, hogy spoiler annak, aki nem látta még végig. Hát gyakorlatilag az egész műsorunk az, de szia Ádám, én is feltennék egy kérdést, ugye mi ismerjük már egymást a Legény Búcsú Extra forgatásról, ami ezek szerint akkor a két valóságsó között kezdődött, ráadásul pont. Ugye mi ott szeptemberben forgattunk. Ez így történt. Igen. Úgy akartam feltenni a kérdést, hogy a Celeb vagyok után a hídban milyen volt a tapasztalatfelhasználásod, akkor fordítva teszem fel a kérdést, tehát hogy a híd után, akkor gyakorlatilag mentél a Celeb vagyok, ments ki innen című műsorba, ott már azért volt egy kis rutina időjárási viszontagságok tekintetében, a kicsit szegényesebb koszt tekintetében, tehát akkor te már oda úgymond veterán harcosként érkeztél. Ez mennyire jelentett neked előnyt, hogy akkor a Celeb vagyok, ments ki innen forgatásán? Figyelj, nyilván abból a szempontból előnyt jelentett, hogy volt már egy ilyen tapasztalatom a hídnál, hogy itt most nem egy szerepet játszok, hanem én vagyok ott, mint Varga Ádám. Mondjuk a hídnál egy kicsit az is volt, hogy ugye én előtte voltam a besúgóba, ezért egy ideig a csapat nagy része, sőt szerintem van, aki a mai napig azt gondolja, hogy én az HBO-nak a beépített embere voltam, és hogy többet tudtam, mint ők. Ez nem így volt. Viszont ez a gyanú, ez azért engem eléggé nyomasztott, tehát hogy azt éreztem meg így visszalátva, és azt láttam, hogy azért a hídnál egy kicsit azért így be voltam feszülve, nem tudtam annyira felszabadultan önmagam lenni, mint alapvetően, és azt gondolom, hogy utána a Celebnél ez talán jobban sikerül, de lehet azért is, mert ott egyszerűen nem volt ilyen nyomás, hogy titkokat őrzünk, hordozunk, nem tudom, egy pénzért érkezett mindenki, hanem mondom, amit az előbb is elmondtam, ez egy flow műsor volt. Nyilván ott nagyon hamar megszoktuk, hogy mindenhol kamerák vannak, egy idő után már föl se tűnt. A hídnál is egyébként egy-két nap után már egyáltalán nem volt zavaró, hogy operatőrök rohangálnak körülöttünk, ki tudtuk zárni teljesen. Nyilván a Celebnél ez még egyszerűbb volt, és hát nyilván a hídnál már megtapasztaltam ezeket a nomád körülményeket, amivel egyébként nekem ott sem volt már nagy bajom, tehát az, hogy jéghideg vízbe zuhanyzunk, hogy rohadt hideg van éjszaka, hogy 6 fokba alszunk, napközben meg tűz a nap, vagy ránk szakad az eső, vizesek a ruháink. Tehát ezek a körülmények igazából engem nem zavartak. Ugye azért nagyon más volt, hiszen azért Erdélynek a klímája egészen más, mint Kolumbiának a klímája. Tehát Kolumbiában soha nem fáztunk annak ellenére, hogy mondjuk minden éjszaka rommáztunk. Ott inkább a
tényleg a kajahiány volt nehéz, a rovarok, hát a hídba pottyantós WC-t használtunk, a celebben pedig egy vödröt használtunk, aminek minden nap meg volt a felelős, hogy kinek kell kiüríteni. Ott se volt meleg víz, de ott a 100%-os páratartalom meg az állandó 26-28 fok miatt ez nem is volt zavaró, hogy nincsen meleg víz. Nyilván Erdélyben azért jobban éreztük, amikor mondjuk 10 fok volt, és esett az eső, hogy akkor a jéghideg vízzel kell szabad ég alatt zuhanyozni. Tehát, hogy ezek a körülmények, nyilván, hogy a hídba ezekkel előbb találkoztam, tudtam már, hogy mire számítsak a celebbe, hogy mondjuk hogy hat rám az éhség, vagy a fizikai kimerültség, hogy akkor ingerültebb vagyok, hasonlók. De mivel annyira más volt a két műsor, tehát annyira más dolgokon volt a hangsúly, ezért ilyen alapvető tapasztalásokon kívül nem jelentett szerintem nekem plusz előnyt. Lenne egy olyan, tehát nem szeretnénk sokáig föltartani, és lenne egy olyan kérdésem, ami lehet, hogy kényelmetlen, illetve lehet, hogy szerződésed nem is engedi, hogy válaszolj mindenre. Ugye látszik, hogy egy fő sodor mentén mégis néha azért lehet kikacsingatni, vagy saját kezedbe venni az irányítást, de az látszott, hogy egy 100%-osan megszerkesztett dologról van szó. Mennyiben lehetett eltérni attól, mint amit gondol az ember? És biztos gondolhatsz itt most konkrétumokra, biztos tudod, mire értem itt. Tehát, hogy megvannak ezek a döntések, vagy nektek azért lehetett ebbe dönteni? Hát mi döntöttünk, persze ezek a mi döntéseink voltak. Nyilván volt egy erős szerkesztői szál, amikor mindig ugye föllőtték a piros jelzőfényt, és kaptunk mindig egy levelet. Nyilván ezek a levelek voltak azok, amik által haladt előre a történet, de az, hogy egy 100%-ig, tehát nagyon sok ilyen vádat kap a műsor, hogy ez megrendezett volt, meg előre megírt forgatókönyv, nem, tehát tényleg nem tudtuk, hogy mi lesz a feladat, tényleg nem tudtuk, hogy kikkel leszünk, hogy hol leszünk pontosan. Eleinte a casting alatt azt se tudtuk, hogy milyen országban leszünk, az csak már a legvégén árulták el, hogy Erdélybe fogunk menni, és iszonyat komoly titoktartás övezte az egészet, és nem volt megmondva az, vagy nem volt benne a szerződésünkben, hogy nekem a pénzt kell választanom, vagy nekem őt kell kiszavaznom, tehát hogy akkor az nem egy valóság soha, hanem az egy film. Ez ilyen módon nem volt. Nyilván a szerkesztők pontosan tudták, hogy mondjuk merre fele akarják sodorni a történetet, de mi ebben, érted, részt vettünk, tehát hogy mi ott meghoztuk ezeket a döntéseket. Nekünk nem volt megmondva, hogy el kell fogadnunk azt a 2 milliót a Viktorral, mi így döntöttük. Tehát, hogy ez ilyen módon nem volt... Tehát nyilván valamilyen módon volt irányítás a szerkesztők részé, hogy akkor most melyik, milyen helyzetet dobnak be, de a döntéseket mi hoztuk, mi döntöttük el, hogy kire szavazunk a végén, mi döntöttük el, hogy kit szavazunk ki, tehát hogy ilyen szempontból ez nem volt úgymond egy megrendezett dolog. Nyilván, hogy például ott a 2 millió eltételénél mi azért fölismertük azt a Viktorral, hogy ez azon túl, hogy egy játék, ahova mindenki egyébként pénzért érkezett, ez egy műsor, egy tévéshow. Tehát az, hogy egy csapatember ölelkezve szeretetben építget egy hidat, abban nem lesz műsor. Nyilván, hogy kellenek bele színes szálak, kellenek bele izgalmak, fordulatok, és mi ott ezt nyilván felismertük, ettől függetlenül mi pénzért, tehát alapvetően pénzért érkeztünk, nyerni szerettünk volna, ott kaptunk egy ilyen lehetőséget, ugyanakkor azt is felismertük, és szerintem ezt a Viktor csinálta nagyon jól egyébként, bár nagyon megosztó lett az ő személyisége a műsor kapcsán, de hogy ő minden szituációt ellenpontozott, ellenement egy kicsit, és nyilván, hogy mondhattuk volna azt, hogy köszi, nem kell a pénzt, amikor a harmadik napon ezt felajánlják, akkor sejtheted, hogy itt ez az egész nem csupán a hídépítésről fog szólni, és hogyha a harmadik napon megtörténik egy ilyen dolog, és még van több mint 2 hét az egészből, akkor a végére marad egyáltalán pénz, tehát hogy majd nyilván a többieknek is lesz hasonló pénz felajánlva, plusz ott vagyunk a harmadik napon egy csomó vadidegen emberrel. Nyilván más lett volna ez a szituáció akkor is, hogyha mondjuk a 15. napon történik, amikor már összeért a csapat, amikor már együtt küzdünk, amikor már egy közösségé váltunk. Meg nyilván az is más lett volna például ebben a szituációban, hogyha hátráltatnunk kellett volna a csapatot, nem hátráltattuk a csapatot, a tervrajzra már nem volt szükség, arra hiányzó elemre volt szükségünk, tehát hogy, és azt is nyilván felismertük, hogy érted, tehát ez egy olyan szituáció, nyilván hiába volt, rohadt nyomasztó volt, tehát ott, mint Varga Ádám döntöttem, és rohadt nyomasztó volt végigvinni ezt a titkot, de tudtuk, hogy hát ez a
a műsor a show-nak a része, viszont ez nem volt benne a szerződésünk, mi nekünk ezt kell dönteni. Nekem egyébként az volt a véleményem, és az lett volna az érzésem, hogyha te ott egyedül kell dönts, akkor biztos, hogy nem viszed el a pénzt. De ez az én saját véleményem. Nem, ott az volt egyébként, hogy nagyon pontosan át szerettem, tehát hogy nem volt bennem az, hogy igen vagy nem azonnal, hanem nagyon pontosan szerettem volna csak átgondolni, és átvág minden eshetőséget, és higgadtam meghozni ezt a döntést, de egyébként most sem döntenék másképp. Tehát most is a pénzt választanám, az egészben a rossz, az a kamuzás része volt, hogy utána nekünk ezt ilyen módon végig kell játszanunk. Ez volt nagyon rossz benne, én egy egyenes ember vagyok a hétköznapi életemben, nem szoktam rákényszerülni ilyen ferdítésekre, de nyilván ezt mi választottuk, és utána ezt végig kellett innentől kezdve játszani, szóval... Szerinted mennyire nyomta volna rá a bélyegét a műsor további részére, hogyha ezt ott azonnal bevalljátok, amikor partra értek? Hát fogalmam sincs, hogy lehet, hogy kiszavaztak volna? Biztos, hogy nem lett volna ennyire izgalmas a műsor, lehet, hogy akkor a következő adandó alkalommal minket kiszavaznak. Igen, akkor lehet azt mondani, hogy ugyanannyi pénzzel tértünk volna haza, csak mondjuk 5 nap után, mint hogy mondjuk így meg végig dolgoztuk, de azért amellett, hogy a pénzért érkeztünk, szerintem mindannyian azért ez a hídépítés és a közös cél azért az egy mániává vált. Tehát egy idő után nagyon fontos lett az, hogy legalábbis nekem, de szerintem a többiek is így voltak vele, hogyha sikerül megépíteni ezt a hídet, akkor fölállhassunk a világító toronyhoz. Tehát, hogy egy idő után már ez volt a prioritás, hogy úristen, csak sikerüljön. Tehát tényleg ilyen megszállottakká váltunk már egy idő után, hogy csináljuk, úristen, jussunk el oda. Tehát tényleg, mint egy ilyen zarándokút, hogy ott van a cél, és egyszerűen akármennyire is fáj, de végig kell járni az utat. Hát meg ezt meg kell élni, mert gondolom azért ennek is volt egy külön élményfaktor azért, hát már persze, a pénztől függetlenül. Azért az elég felemelő volt, hogy amikor eljutottunk a végére, persze. Utolsó kérdésként szeretném megkérdezni, hogy volt-e azóta ilyen csapattalálkozó, valami kötelező találkozó, illetve maradt-e tüske a többiekkel szemben, vagy hogy épült meg a csapat? Ugye többször elmondtátok, hogy a híd az nem igazán csak a világító torony és a part között épült, hanem köztetek is. Figyelj, volt azóta, hogy az egész csapat találkozott, nyilván egy hivatalos HBO-s eseményen, egyébként jó hangulatba telt. Tehát, hogy én azóta is tartom a kapcsolatot néhány emberrel, például a Viktorral, Verával, Jankával, tehát volt, hogy azóta civilben is találkoztunk, szóval, hogy én nem érzem azt, hogy bár, tehát nekem például az Alexel volt konfliktusom ott a műsoron belül, de múltkor találkoztunk, még annó azt még ott megbeszéltük, tehát bennem senki felé nem maradt tüske, és azt érzem, hogy senkiben sem maradt tüske felém, szóval, hogy nem tudom, hogy mások ezzel hogy vannak, de én ezt abszolút nem érzem, hogy bármilyen negatív érzet maradt volna. Azért, hogyha valaki látta végig a műsort, akkor tudhatja, hogy a végén azért akik eljutottak a végéig, ők azért nem feltétlenül jártak rosszul, szóval... Itt igazából egy picit Csabára gondoltam, de ő teljesen más ilyen szempontból nyilván. Figyelj, nem nagyon érdekel őszintén, szóval... Neki meghozta a saját döntéseit ebben a műsorban. Persze, csak ugye itt, hogyha megint visszakanyarodunk arra a kérdésre, hogy mennyire show és mennyire játék az egész. Tehát ő is végigvihette volna ezt úgy, hogy persze ez egy pénzkereseti lehetőség, de mégiscsak a show része, tehát utána viszont össze lehet ölelkezni, és ugyanúgy, hogy ti meghoztatok egy döntést, úgy ők is bevállaltak valamit. De nyilván ezek mind saját egyéni döntések, illetve szerintem nagyon személyiségfüggő, hogy ilyenkor az ember mit dönt. Meg szerintem az nem mindegy, hogy hogyan csinálod. Tehát, hogy hogyan, tehát ha meghozod a döntést, és utána hogyan viszed azt végre. Mert vissza lehet úgyis, véghez lehet úgyis vinni, hogy ez egy csínytevés, és poén, meg úgy is, hogy vérmes bosszút állsz, érted? Értem. A véghezvitelnek is vannak módjai.
Hát jó, igen, mert ugye amit csinálni kellett, az valószínűleg azt megmondták a szerkesztők, hogy akkor ők most hogyan hátráltassanak benneteket. Én ezt nem tudom, hogy az meg lett mondva, vagy ők ötlöttek ki, mert nekünk se lett megmondva, hogy a védettséges sztorit adjuk be a többieknek, azt mi találtuk ki ott éjszaka Viktorral. Tehát én ezt nem tudom, hogy nekik mi lett megmondva, vagy hogy mi volt az ő saját ötletük, nekünk se volt megmondva, hogy mit mondjunk, vagy hogy értem, elmondjuk-e értem, vagy sem. Tehát, hogy ez a mi döntésünk volt. Ádám, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy beavattál minket. Sok sikert kívánunk az előadásaidhoz. Tudjuk, hogy premiered volt nem olyan rég, illetve nagyon elfoglalt vagy. Tévében látunk-e mostanában? Tévében? Hát a besugult, azt ugye lehet. Most a színház pörög nagyon. Tehát most Rózsavölgyi Szalomban volt bemutatóm, és a játékszínben próbálok már egy újat, meg mennek a futó darabjaim. Szóval most a színház élvezi a prioritást, amit nagyon élvezek. Hát meg, ugye van. Megkezdődtek az évadok, úgyhogy... Persze. Ádám, köszönjük szépen még nagyon egyszer. Nagyon szépen köszönjük. Sok sikert minden. Én is köszönöm nektek. Sziasztok. Hello, szia. Hello. Nagyon szépen köszönjük Varga Ádámnak, hogy rendelkezésünkre állt, és kívánunk neki tényleg további sok sikert a pályáján. Na, Norvikám, hogyan tovább? Csapjunk bele egy picikét, mert ugye arról beszéltünk, hogy amíg a valóságshow normál állapota, vagy normál típusa az úgy szokott kinézni, hogy egy bekamerázott luxusvillát nézhetünk igazából 0-24-be, itt egy külső helyszínről van szó, és a külső helyszínnek sem mindegy, hogy milyen típusú külső helyszín, ugyanis. És akkor itt most... Hát nyilván találkoztunk már dzsungellel. Igen, nem, én azt akarom mondani, hogy itt engedjük el, jó? Tehát bárki megnézheti, itt most már nem akarok, hogy itt spoileresen minden beszél, jó? Nyilván ezt ki is lesz írva egyébként a videó alá, hogy teljesen spoileres a műsor, tehát nyilván azok nézzék meg, akik... Akik már látták. Már látták, vagy esetleg nem akarják megnézni, de mégis kíváncsiak arra, hogy mi is volt ez a műsor. Ugyanis, amíg egy villában meg lehet azt csinálni, hogy lejjebb veszed a klímát, felnyomod a klímát, kikapcsolod, addig, és hogyha valaki nem tudná, ez Erdélyben játszódik, a Pádisi tó partján, ott van egy víztározó, és... De egy dolog nincs. Hát egy csomó dolog nincs. Híd, ja, igen. Mert azt csinálni kell. Amúgy tudod, ezt amúgy is meg akarták építeni, csak kellett az ingyen közmunkás. Igen. Csinálj meg valóságsót. 30 millióból senki nem csinálta volna. Kiírtak egy közbeszerzés, és úgy voltak vele, hogy hát ez melósokat kívják, de akkor ez egy bokormetszési valóságsó lesz, aki hamarabb leveszi a bokrodat, kap egy bododósört. És a Magyarorsi Csabát felkérték, hogy szerváljon oda egy társaságot, és építsenek egy híd. No, azt akartam kihozni az egészből, hogy Erdély közepéről van szó, Székelyország környékén. A lényeg, hogy egyszer esik, egyszer meleg van, reggel nagyon hideg van, aztán... Hát mi nálunk egy nyári nap gyakorlatilag. Gyakorlatilag bármilyen körülményt lehet, és közben, akkor kezdjük előről, srácok. Tehát... Még nem is tudom, ezt nem mondhatja el Ádám, meg nem mondhatta el, de most képzeljétek el, vagyis hát elmondta, hogy nem tudta, hogy hová mennek, de képzeld el, hogy azt mondják neked, hogy figyelj, gyere el egy valóságshowba, én nem mondjuk meg, hogy hova, azt sem mondjuk meg, hogy mennyiért. Azt nem tudhatod, hogy mit kell csinálni. Meg hogy ki kell leszel. Meg hogy milyen körülmények lesznek. Na, érdekes? Eljössz! Ezek után... Ez ott a fejünknek egy önéletrajzot beadsz, és fejünknek a hely, hogy akkor nem mondjuk meg a melót, nem mondjuk meg a fizetés, hétfőn kezdhetsz. És akkor így... Akarsz kezdeni? És valóban ez történt egyébként? Hát nem feltétlenül, mert én biztos vagyok benne, hogy abból a 14 emberből, aki harmadik nap ki lett szavazva, már ő is kapott valami gubát, tehát nem... Ja nem azt mondom, hanem az a szituáció, hogy tényleg nem mondták meg nekik, hogy itt konkrét a hitat kell építeni. Biztos, hogy nem mondták. Annyit mondtak el, hogy ez egy erdős, tavas, vizes terület. Nyilván itt mindenki egyből asszociált egy ilyen Survivor, egy ilyen... És majd ott lesz. És gyakorlatilag kaptak egy szeretet abból is, mert végülis ez egy ilyen kis Survivor light, csak dolgozni kell. No de, akkor csapjunk bele. Ugyanis úgy kezdődik az egész műsor, hogy van 14 elvileg random összeválogatott nemű és korú és vallású ember, akiket összeraktak, és nem is ismerik egymást, aztán kiderül, hogy Varga Ádám éppen ismeri a Viktort,
Hát, hogy színészek, ugye szakmabeliek. Mint színészek, szakmabeliek. Ennek aztán van is egy kis jelentősége, meg nincs is. De közben kiderül a feladat is, meg kell építeni egy 250 méter hosszú hidat, egész pontosan 225 méter hosszú hidat, amihez van faanyag, van kötél, nagyon ócska szerszámok. És nagyon ócska szerszámok. De ráadásul az is úgy, hogy nem az, amit használni kell, hanem ez a, oda teszünk egy csomót, hogy még azon is gondolkodnod kell, hogy egyáltalán mi kell ezekből. Tehát, igen, mint igen. Egy szabaduló szoba, amikor televágják ilyen fontosnak tűnő tárgyakkal, amit végül nem használsz, de 10 percet eltöltesz azon, hogy az mire jó. Na kb. Így. Ezek után ugye adódik a kérdés, hogy hogyan tudunk, nem tudom, ti hogy vagytok a hídépítéssel, én mostanában nem foglalkoztam ilyesmivel. Legóba volt. Legóba se voltam túl erős, tehát hogy... De itt nem Legó... Megbuktál Legóból? Igen. Óvodában. Viszont ugye megvan a faanyag, megvan a kötél, a madzag, de nem csak arról van szó, hogy most tákolunk valamit, hanem annak a hídnak, vagy annak az elemnek, amikből összeállítják, legalább 4 embert el hát kell, hogy... Funkcionalitásában is működnie kell, tehát nem csak látszania kell, hanem ezen valóban el is kell menni odáig majd a végén. El kell menni egy 250 méterrel lévő, tehát a tó szinte közepén álló világító. Most már tudom, hogy engem miért nem kasztingoltak be. 4, 3, 2. 4 ember, vagy Sunny. Vagy Sunny. De amikor liftbe is látom kiírva, tudod, hogy 4 fő, 320 kiló. Oké. Oké. És akkor ott van 14 ember, nem ismerik egymást, senki nem tudja a másikról, hogy mihez ért, mihez nem ért. De még, hogy ők egymást, de mi sem nagyon ismertük mindent. Tehát ezek nem az élvonalbeli celebek, és ennek én nagyon örültem egyébként, hogy nem a két nagy kereskedelmi tévé által más rongyárágott celebekről beszélünk, hanem azért ismertebb arcok, de volt köztük olyan, aki igenis el kellett gondolkodnom nekem is, hogy hol láthattam már, mert azért nagyjából szegről végről ismertebb emberekről volt szó, de nem... Na jó, hát akkor ebben menjünk bele egy kicsit. Én azért 3-4 embernél többet nem ismertem. Hát én is utólag néztem utánuk, de olyan emberek voltak végül is, akiket ismerettél az éjjelnap a Budapestben, nyilván ha nézted. Én nem néztem, tehát utólag tudtam meg, hogy onnan lehetett volna. Például Fekete Lacinak a fiát, őt ismertem, erő streamer is egyébként, ő játszik, meg ő ugye erő... ember ugyanúgy, mint az édesapja, őt ismertem. Janka egy, tényleg leszögezem, független attól, hogy ki nyert meg, hogy miért pont ő. Tehát Janka személye nekem alapból szimpatikus volt, én már ismertem a TikTok csatornáját egyébként előtte, ő egy végtelenül értelmes, okos lány. Egy fizikusról van szó, egy elbocsátott elméleti fizikus. Hogy a tudomány szexi, vagy valami ilyesmi TikTok csatornája van, és én már láttam tőle videókat, és tök jó dolog volt látni őt. Tehát én ismertem őt is. Hát Varga Ádámot úgy Szeglővékről, azért csak egy 8 nap forgatás után, meg hát szegényt azért csak nyakon kellett vágnom a filmbe, azért már itt csak megmaradtak ezek az élmények. Volt benne ugye egy influencer csaj, illetve van egy transznemű hölgy. Úr, bocsánat. De őt én nem ismertem, ő az Alex, ugye? Alex, igen. Neki akinek van egy, igen, van egy pizzázója Budapesten. Aha. Ez nyilván annyira nem releváns, csak hogy... Hát az sem nekem... fransz nevű, mert a műsor szempontjából nem volt. Olyan ő egyszer elmondta a kamerába. Számomra teljesen irreleváns, mert semmi bajom se a melegekkel, se a fransz neműekkel, nem ezen tehát van ez a lényeg. Nem volt kikerekítve egyáltalán nem, a műsorban. Nem, mert én csak attól félek, hogy ez már kötelező. Tehát, hogy ez már az a szint, amikor tudod... Épp ezért mondom, hogy nem volt jelentősége. Hogy, tehát hogy nem lenne jelentősége, hanem beszélnénk róla. Említsük meg, hogy... Jó, említsük meg. És igazából... De hogy említették meg? Beült a kis szobában, amit csak a nézők láttak. Jó, így a transzneműség, blablabla. És nem is volt róla szó sem egymás között, illetve amit láttunk abban a részben nem volt erről szó. Igazából tényleg egy kötelező elemnek. Ettől függetlenül nem kérdőjelezem meg az ő ottani létjogosultságát. Nem, abszolút csak nem. Sőt, nekem nagyon szimpatikus volt. Ez a kötelező kóta. Semmi érdekes nem volt. Szerethető, jól összeválogatott karakterek vannak, még akkor is, hogyha volt egy-két karakter, akit nem nagyon értettünk, hogy miért van ott. Például az első kiszavazásnál már a Polly segítség. Igen, a jégkorongedző hölgy, a Polly. Igen, illetve volt, azt hiszem, hogy egy youtuber volt, egy másik, egy testesebb hölgy. Ő volt a Polly, nem? Nincs jelentőség. Tehát ő tőlük nagyon gyorsan meg is vált a társaság.
A helyzet az, hogy picit olyan volt, hogy ahogy Ádám is mondta, hogy nincsen nem volt megszerkesztve az egész, tehát nem tudták előre, de egy picit olyan érzése volt az embernek, hogy ők akkor döbbentek rá, hogy itt, ez nem erről szól, hogy itt 14 napon keresztül, 19 napon 19, keresztül 14 ember ott lesz, hanem hogy itt kiszavazások lesznek, búcsúzkodások lesznek, sőt, ezt se tudom, hogy mennyire volt tudatos, a vége felé, a vége előtt néhány nappal két új emberke is jelentkezett, megjelent, de most egy kicsit előre szaladtunk. Most egy picit előre. Hát ugye gyakorlatilag csak a cselekményt tekintve, amit már mondtam a műsor elején is, ami nekem szimpatikus, hogy ugye itt nem ez a klasszikus klisé, hogy párbajozunk, meg nem ez a ciklikusság, hogy egyik héten szerdán kihívás, másik héten pénteken párbaj, hanem ilyen tök random. Tehát ez a, ők se gondolnak rá, és már a legelső napon ugye nekik vezetőt kellett választani. Ezt a szavazást nyerte meg ugye Janka, aki elméleti fizikus révén, meg hogy ő már dolgozott ilyen vezetőként, és vagy tevékenykedett már vezetőként, és így megkapta a bizalmat, mert ő nyilván látszott, hogy nem a fizikai erejével fog hidat építeni, hanem neki a nagyon jó szervező képessége van, és ezért őt megválasztották, viszont ő megkapta az első feladatát tök váratlanul ugye Magyarósi Csabától, egy borítvény formájában, hogy na, akkor ma este két ember, és te döntesz, tehát nem szavazás. Igen. Nyilván megbeszélhette a többiekkel, tehát nem arról volt szó, hogy na most ő félrevonult és eldöntötte, nyilván kér tanácsot azoktól, akikkel esetleg mondjuk kialakult egy szimpátia az alatt a fél nap alatt, mert hogy ez még a legelején volt a műsornak, és már innen indult a dolog, hogy két ember, szia. Igen. Tehát nem véletlen volt a 12 darab ágy a 14 embernek. Igen. Tehát innen indul a dolog, és azért váratlanabb helyzetekben, bizonyos feladatoknál volt az, hogy akinek nem jut hely, az kiesik, vagy most neki meg neki menni kell, most ti szavazzátok meg, hogy kimenjen. Tehát nem volt ciklikusság, nem volt várhatóság ennek a dolognak. Tehát nekem ez tök szimpatikus volt egyébként. Igen. Tehát ez is teljesen eltért a megszokottól. És akkor, most beszélünk egy picikét arról, bocsánat, hogy itt műsor közben... A szereplőket ismerjük meg. Műsorvezetőként ugye már az említett Magyarósi Csaba van, akinek a videóit... Hát egy híres youtuber blogger. Nagyon híres, nagyon... Hogy mondják azt, hogy... szerethető személy. Hogy mondják azt, hogyha valaki nem megosztó? Igen, ezt akartam mondani. Instant jó fej. Tehát róla nincsenek... biztos kap negatív kommenteket, de nem úgy megosztó, hogy valaki nagyon utálja. Egyszerűen szerintem, akinek nem jön be az a kütyűszerelem, amit ő képvisel, tehát ő nagyon sok technikát mutat be, illetve utazási vlogja van, az egyszerűen nem nézi, de nem hiszem, nem tudom, hogy... Nem tudom szimpatikus lenni. Igen, tehát pont én vagyok a jó példa, mert én például Magyarósi Csaba videóit annyira nem nézem. Van egy-kettő, amit feldob, megnézem, szimpatikus, de nekem sose volt az a típus, akit én egyből elkezdtem nézni tömegesen, hogy húre király, viszont nem tudok rá rosszat mondani. Tehát ő tényleg az az ember, aki szimpatikus kész, még hogyha nem is érdekel az, amit csinál, de nem tudod azt mondani, hogy hú, ez egy gyökér. Tehát ő tényleg egy olyan instant jó fejnek tűnő. És egyébként egy tök karizmatikus személy. Ő inkább narrátora volt ennek a műsornak. Igen, és akkor most akkor... Ha már instant szót használtál, akkor instanton foglaljuk majd keretbe ezeket a dolgokat, mert vannak ugye ennek negatív részei is. Például nekem, ami kevésbé tetszett, én azt hittem, hogy picikét több nem is feladata, többet lesz jelen. Több jelenléte lesz. Több jelenléte lesz. Én is hiányoltam. Ha egy műsorvezető, nem feltétlenül ez lenne a dolga, de lehet, hogy csak azért van, mert úgy szoktuk meg, hogy akkor minden este mondjuk eligazítást tart, vagy bevett volna a táborba, mint egy-egy mondatba, hogy... vagy valami, de ez lehet, hogy pont azért, mert hogy ez eddig így volt, akkor ne legyen így ez sem. Igen, ha nagyon őszinte akarok lenni, ugye magából a cselekményből nem hiányzott, tehát ő nem elküldte az üzeneteit palackpostával, de úgy én egy picit azt hittem, hogy többet fogjuk látni. De ugye nagyon nagyon sorbos, csak tényleg, tehát ő rajta látszik, hogy ő vlogger, youtuber, tehát ő, neki benne van ez a kamerában, nézek, belemosolygok. Nyilván itt azért kellett egy színészi játék, tehát neki kellett mutatni azt a kemény arcát, és mikor pont a valamelyik kiesővel személyesen kellett találkozni, annyira látszott, hogy szerintem azt felvették, vagy hatszor benne, vagy már ment oda a csaj, és akkor így... Már nem bírta visszatartani a röhögést, szerintem azt már elröhögheték egy csomószor. Tehát nyilván újraforgatott részek vannak benne, ebből a szempontból tényleg egy szerkesztettsége van a dolognak, meg majd egy konkrét jeleneten keresztül szemléltetjük, hogy mennyire is újra kell forgatni bizonyos jeleneteket. De tök szimpatikus volt a személye, meg azért látszott rajta, hogy ez a próbálj meg kemény lenni, és ez a akkor most, és akkor
nem köszön, feláll, elmegy. Tehát nyilván egy ilyen mesterkélt dolog volt az egész, de neki még ez is jól állt, érted? De amúgy imádtam, tényleg én keveseltem meg azok a bevágások, tudod, amikor aggódva néz. Igen, távolban néz. Távolban néz, közelre néz, és akkor elfordul, vagy előveszi a rakétát. Tehát amúgy ezek nyilván, mint az X-faktorban, ezek az előre felvető reakciófejek, amikor Gesztének ugyanaz a fejbe volt vágva, minden műsorban hatszor ez a... Na kb. Neki is volt egy ilyen szerepe, de nyilván ez nem az ő teljesítményét rontja, nyilván ez egy szerkezeti, megfontolt dolog volt valószínűleg, de egyébként szerintem egy tök jó választás volt ő. És örülök, hogy, és amit nagyon sok kommentben, nagyon sok kommentet elolvastam a műsorral kapcsolatban, és nagyon sokan ezt tartották pozitívnak, hogy nem megint azt a bejáratot 5-6 arcot kaptuk meg, most nem bántam őket sem, mert tehetségesek, akár Istenes Bence, vagy Puskás Peti, vagy akárki, csak végre már nem ők. Igen. És ez most nem az ő teljesítményeket szírom, mert abszolút nem, csak végre kellett már valami más. Igen. Még hozzá olyan karakterek, mint. És akkor felsorolásból senkit nem szeretnék kihagyni. Próbálok ide képeket tenni. Igen. Melyik kicsoda menjük, csak nekem is rá kell majd jönni. Kutvölgyi Sára, Tölgyesi Csaba, Fekete Miklós, Molnár Janka Sára, Budai Zsuzsa, Kusztos Vera, Havasi Gergő, Popovics Polett, Kovács Kitti, Fajt Alex, Noé Viktor, Ficsor Anett, Német Márk, Varga Ádám. Na és mivel a kiszavazásokon túl itt történtek olyan dolgok, amikor is egészen pontosan a Fekete Miki úgy döntött, hogy ő ezt lelkileg nem bírja tovább, és föladja, és hát ő konkrétan kilépett a műsorból, tehát szerintem ez sem volt egy betervezett dolog. Én annak tudom be, hogy néhány nappal a vége előtt Rick Ági és Bakos Gergő csatlakozott még a megmaradt csapathoz. Akkor Rick, már csak... Rick és Morty. Rick és Gergő. Bocsánat. Ami érdekessé tette az utolsó két részt is. Viszont ne szaladjunk ennyire előre. A történetnek ugye az a lényege, hogy meg kell építeni a 250 méter hosszú hidat, megvan hozzá a faanyag, de ki építse ezt meg? És ugye, mikor körbe kérdeztek, akkor rájöttek, hogy a Tölgyesi Csaba gyakorlatilag csinált már hasonlót, és ért a faanyaghoz, és tud ezzel dolgozni. Valahogy akkor úgy egyértelműnek tűnik, hogy hát van egy biztos emberünk. Tehát, hogyha itt már ilyen gyorsan aki elkezdenek... Aki már az elméleti szintjét tudja. Ugyan. Hát nem is arra gondolok, hanem biztos ember, aki mondjuk ott marad a végéig. Ja, igen. Gyakorlatilag van egy táborvezető, aki még azért képlékeny lehet, ugye Janka Sára, tehát a Janka. Ő szinte egy biztos pont, illetve az az ember, az az egyetlen ember, aki érte ez a hídépítéshez. Csak hogy, és jön egy nem várt fordulat, kiderül, hogy ő mégsem annyira szimpatikus mindenkinek. Vagy talán azért nem, mert hogy valószínűleg a nézőknek túl szimpatikus lehet, ezért alá kell aknázni. Tehát ez megint már itt kezdődik, amit beszéltünk, ez azért taktikázni is kell valahol. Nem, tehát ennyire nem értek veled egyet, mert például nekem nyilván a tudása az elengedhetetlen, de a személyisége valóban néhányszor hagyott kihagyni valót maga után, tehát... Jó, lássuk be, a tudásával se sokra mentünk, mert ugyanúgy elsőjött az ő konstrukciója. Igen, is, de igen, tehát az ő építésű... Inkább okoskodásnak éreztem én azt, mint tudatos tervezésnek, amit ő csinált. Ebben egyetértek, hogy igen. Nem volt ő azért annyira végtelenség szimpatikus így a műsor alapján, de azt ne felejtsük el, és az összes mondat még oda tenni zárójelbe, hogy a felvett anyag 2%-át láttuk. Igen, tehát igen. 98% kuka. Tehát ez 40 terabájtnyi anyagból lett összevágva ez a 7-szer közel egy óra. Ez az egész felvételnek a 2%-a. Nem tudhatjuk, hogy milyen párbeszédek zajlottak le, és ezt már utólag maguk a szereplők is nyilatkozták, hogy azért itt nagyon sok, nem úgy fogalmaztak, hogy ferdítés, de nyilván teljesen más látunk. Hát ha kivágsz belőle egy csomó részt, akkor már nem biztos, hogy ugyanaz a lényeg. Meg össze lehet úgy vágni, hogy ne legyen szimpatikus. Ezt tudjátok azért profi tévés szakemberek, ha úgy akarom, akkor nem lesz szimpatikus. Profi ha úgy akarom vágni, tévés és marketinges ne, és hát reklám szakemberek vannak ebben, tehát hogy minden profiul 100%-osan ki van találva. A leggyökerebből is tudok szimpatikus embert csinálni, ha akarok. Igen. Nézzétek ránk! És hát, szimpatikusak? Nem. Ezt akartam mondani, ez nem jött össze. Hát ez egy másik példa.
És akkor itt beszélhetnénk arról, hogy Viktor egyébként, hát nem tudok jobb szót, most mennyire szarkavaró volt. Mert pont ő volt az, aki mindig szeretett volna belevinni egy picike. Miközben ugye a harmadik nap után neki már ott lapult 2 millió forint a zsebébe, tehát neki lett volna pont mindegy, hogy akkor most hogy fut ki ez a dolog. Neki kellett egy kicsit visszavenni. Nem ismerem a Viktort, tehát nem fogom megtudni szerintem, lehet, hogy soha a személyiségéből adódóan, hogy ebből mennyi volt a szerep, mennyi volt a pénz iránti, nem pénzvágyat akarok mondani, tehát hogy mennyi volt ebből az a faktor, hogy ő pénzért van ott, és mennyi volt ebből az, hogyha támadsz, akkor nehezebben tudnak téged is támadni. Mm-hmm. Tehát hogy mondják, a legjobb védekezés a támadás. Igen, tehát és ez neki bejött. Neki ez nagyon bejött, mert elkezdte egy picit fúrni a Csabát, mármint a... De milyen trükkösen? A Tölgyesi Csabát, és ebből adódóan ő egy olyan helyzetbe került, hogy mindig ő kapta meg a támogatást, és kisebb-nagyobb nehézségek árán, de el is távolították, távolodott. A műsor azon részén, amikor jött ez a balhé, véletlenül pont jött egy olyan levél, hogy ki kell szavazni két embert. Igen. Ezt most így is fogalmazhatnánk. Igen. Nyilván tudatos koncepció. Tölgyesi Csaba és Kusztos Vera volt az, akinek távoznia kellett. Kusztos Verának annyi volt a hibája, hogy szimpatizált a Tölgyesi Csabával. Hát ebből indult a konfliktus, hogy ők sutyorognak valamit. Igen, igen. És hát nyilván ők meg féltek a kis 2 milliós titkuk miatt Ádámmal, és ugye a hát az összevágás alapján azt láttuk, hogy ott ment a kis figyelgetés, hogy hú, ezek biztos rólunk sutyorognak, hú, ezek le fognak minket buktatni. Tehát ez egy kicsit ilyen megelőző csapás volt. Tehát lényeg, hogy az a biztos pont, az a Tölgyesi Csaba, akiről azt mondtuk, hogy ő biztos, hogy ott lesz a híd. Mármint a műsornak a végéig, ő és a kis fegyverhordozója távozott. Ilyenkor van az, hogy Morgan Freeman bevágják is, de nem lett. Távozott a műsorból, ki lett szavazva. Igen, zárójelbe tegyük hozzá gyorsan, amit említettél és elfelejtettünk az elején mondani, ami nekem borzasztó szimpatikus volt, hogy nem egy 6 hónapon keresztül elhúzott rétes tészta lett belőle, hanem egy 7-szer, sőt, azt mondja, a kezdő rész, tehát ugye a kezdő rész az egyből már 3 részes volt, bocsánat, a kezdő nap, tehát a premier az 3 részes volt. 3 hét alatt ment le, majd 3-2-2. Péntekkel később még kettő. Tehát le is tudtuk az egészet, nem húztuk, pedig azért simán megcsinálhatták volna, hogy a 19 napot minden egyes nap nem lett és ilyen. És lett volna nyersanyag bőven. Lett volna bőven, és biztos, hogy rengeteget dolgoztak rajta, és itt poénkodunk, hogy 30 millióba kerülne egy ilyen híd. Felmérni se tudom, hogy ez az HBO-nak mennyibe kerülhetett, mert brutásokba. Tehát hát biztos. Azért csak, ha megnézed a technikát, azért Magyarusi Csaba YouTube csatornáján én ajánlom, hogy nézzétek meg. Ő csinált egy videót, egy 18-20 perces videó. A kezdés előtt egy 22-24 órával vett fel egy vloganyagot, és bemutatta a kis távot, hogy ki, mivel nem olyan kamerát kell elképzelni, amit mostanában tudod, így látsz, hogy most már gyakorlatilag egy fényképezőgép méretű kamerák vannak, nagyon sok filmet forgatnak már ilyenekkel. Itt az operatőr konkrétan úgy nézett ki, mint valami hormonzavaros, robotos játéknak a főszereplője, tehát ott egy ekkora kamera, így a hátán, ott a fején mikrofon, tehát nem gagyi kamerák voltak azért, tehát, és az abból az emberből olyan, mint egy ilyen invázió. Plusz az elkezdő, tehát még 22 órával a beköltözés előtt még otthon hangált mindenki, mint a mérgezettegér. Tehát annak a stábnak csak a fizetése, a technika, ha csak bérlés, akkor bérlés. Nyilván a helyet is valahogy a romániai hatóságtól valahogy bérelni kellett, vagy nyilván kellett egy területfoglalás. Ezek mind súlyos pénzek. Konkrétan a területfoglalás. Ugyanis én ezt éppen a Magyarosi Csabának a videójából tudtam meg, hogy az a faház, amit azért lefaházozunk, de azért egy egész komoly építményről beszélünk, az direkt erre a célra épül. Ja, ezeket meg is építették nyilván. De igen. Olyan durván, aprólékosan, stílusosan, antikoltan lett megcsinálva. Tehát úgy képzeljétek el, hogy a faháznak, ez a faház annyira legkicsinlő dolog, de látjátok, tudjátok, hogy miről van, a bungaló, amiben elférnek 14-en. Meg a hotel. Tehát ez az épület, ez úgy lett megcsinálva, hogy eleve antikolva lett festve. Ezt nem tudom másképp mondani. Zsírúj fából építették meg, és leantikolták utólag. Igen, tehát hogy azt az oldalát, amelyiket többet éri a nap,
azt direkt úgy festették le, mintha az már 20 éve többet érte volna a nap. És úgy is nézett ki? Igen, igen. Tehát rohadt igényes, tehát viszonyat. Ilyenkor nekem azért mindig, ilyenkor azért mindig belém sugal, hogy nem lehetett volna kisebb költségvetésre, de minek? Tehát ugye, hogyha megvan rá a guba, akkor miért ne csinálj 100%-osan igényes munkát? És akkor ehhez képest elkezdődik a munka, és ugye ezt elmondtuk, hogy a faanyag és a kötél és a madzag megvan, viszont kaptak közel 100 éves, majdnem azt mondtam, hogy fűrészeket. És limitálva volt a faanyag is, tehát nem arról van szó, hogy majd vágtok magatoknak még fát, hanem az ott fixen megvolt, és az elején már bele is ütköztek ebbe, hogy hát ha ezt így csináljuk, ahogy a Csaba mondja, akkor kb. A feléig se jutunk el, mert addig lesz elég a fa. Igen. Tehát iszonyatos logisztika kellett itt azért. És azért azt tudva levő volt, hogy gyakorlatilag vége láthatatlannak tűnt. Tehát, hogy azoknak az elemeknek az elkészítése ezekkel az eszközökkel hihetetlenül sok időbe telt volna. Lehet, hogy még mindig... Nyilván mi is tudtuk nézőként, hogy ez nem fog működni, mert gyakorlatilag az első három nap szerintem még egy modult se építettek, mert csak ment az agyalás, meg ez első ilyet, az se jó. Tehát várható volt, hogy azért ez nem úgy fog kinézni, hogy minden nap meg kell építeni ennyit, meg ennyit, mert a végén azért láttuk, hogy lehetett ez gyorsan is, mikor már megvan minden, meg tudsz mindent, akkor nyilván ez halad. Itt az eleje, az első egyharmada szerintem azoknak a napoknak az erről szólt. Igen, igen. Tehát volt egy gyönyörű felvezetése az egésznek. Nagyon hamar kiderült, hogy ez pénzre megy. Nagyon hamar kiderült, hogy itt nem mindenki fog mosolyogva távozni. Hát és nagyon gyorsan elkezdtük leszűrni is az embereket. És ugye ezt se tudtuk nézőként is, hogy fog eldőlni, hogy kié lesz a pénz. Tehát ezt mindent mi is csak az utolsó részben tudtuk, meg úgy, ahogy a szereplők állítása szerint ők is. Tehát... Igen. Ezek után, ugye, ahogy a realitykben lenni szokott, elkezdtek ilyen egy-egyes beszélgetéseket fölvenni egy kisebb faházba, vagy nem is tudom, egy ilyen kis sufniba, ahol kicsikét jobban megismerhettük a karaktereket. Karaktereknél ez egy nagyon fontos dolog, mert ettől lesz szimpatikus vagy antipatikus valaki. Még akkor is, hogyha ez nem arról szól, hogy most küldünk rá SMS-t, vagy nem küldünk, zárójel kinyitva, nekem az az érzésem, hogy az a korszak elmúlt. Tehát te el tudod képzelni, hogy most, hogyha éppen nem az unokatestőd van ott, akkor te még küldenél be mondjuk SMS-t, akárkinek. Azért nem, most, ha jól tudom, én barom vagyok ilyen szempontból, én néztem a való világot is, ettől függetlenül, ott se volt már. Van SMS lehetőség, mert az háromszor annyit ér, mint a sima alkalmazás, de már ingyenes alkalmazásos X-elős szavazás van legtöbb helyen, de van lehetőség SMS-t küldeni, mert az 3, 5 vagy 10 szavazatot ér, nem tudom. Hát igen, de hogyha belegondolsz, én nem tudom... De már nem nekem... az a fő iránycsapás. Én nem tudom az én telefon előfizetésemen az a rész, hogy én végtelen mennyiségű SMS-t küldhetek, az hány száz forintba kerülhet, de szerintem már nem egy reál, de nem egy magas összegről beszélünk, tehát hogy... Hát sőt, nagyon sok műsorban ezt úgy kompenzálták, hogy nem emeldíjas volt már az SMS, hanem sima alapdíjas SMS szavazás lehetett. Nyilván ezekben most emeldíjas, mert akinek meg korlátlan SMS-e van, az meg ugye nyilván el lesz egész este. Tehát megvan ez oldva, de már nem ez a főbevételi forrás egy ilyen valóságsónak, mert régen azért ebből iszonyat pénzeket be tudtak húzni. Hát ha csak a való világ egyre emlékszel, ott milyen számokat lobogtattak akár egy majkás szavazásnál, több százezres szavazatszámok voltak, és az mind SMS-be ment. Hát jó, de nem volt másunk nézni, tudod? Tehát mindenki azt nézte. Meg új volt. Meg érdekes volt, igen. Mint ahogy most új lett a híd is. Tehát pont ezért jó, hogy nem kaptunk egy 20. Survivor-t, vagy egy Celeb vagyok, mert is kinemből, nem tudom, ez hanyadik volt, amiben az Ádám is benne volt. Mondjuk én nyilván miatta, de azt is végignéztem. De végre valami tök új, ami nekünk is titokzatos volt. Jó, nekünk már a kezdés előtt ugye promózták, hogy majd egy hidat kell építeni, de hát nyilván nem tudtad elképzelni, hogy most a Golden Gate hidat kell megépíteni, vagy két farönköt keresztbe kell rakni, mert azért jó, van... Jó, de azt azért ne felejtsd el, hogy hát amikor nekünk promózták, akkor ez már fel lett véve. Hát mikor kiderült ráadásul sokkal hamarabb, mint mi gondoltuk. Igen. Ugye a telefonbeszélgetésből ezt megtudtuk Ádámtól, hogy én tényleg így akartam feltenni a kérdést, hogy a Celeb vagyok Meskinen után mennyire volt felüdülés a híd, miután kiderült, hogy egyébként ők augusztusban befejezték a hídat. Ugye szeptemberben forgattuk a legénybúcsú extra nagy részét, és ő októberben ment Kolumbiába. Hát és ne felejtsük már el, hogy azért Ádám volt a mi műsorunkban is, hogyha már itt tartunk. Tehát, így van, a Rivaldán innenben nálad volt. Hát nem csak a Rivaldán innenbe, ugye a harcosok klubja, a kulissza... Hát közvetlenül nem, de azon a héten jöttünk ki vele, igen. Na jó, igen. Akkor kezdtük a klasszikusok újra nézve, az klasszikusok újra nézve,
Harcosok klubja című adás az. Itt meg tudod nézni, fent kirakom neked ott a kis sarokba. Arra kattintsál. A linket fogja kirakni, ne jegyetek meg. Nem Ádámot. Jó. Érdekességek még. Például te. Most kezdjük előbb az Ádámék szitúja. Tudjátok, hogy ők kaptak már a harmadik napon egy küldetést. El kellett menniük valamiért kettejüknek, ugye Viktorral egy helyre, és ők kaptak egy lehetőséget arra, hogy kapnak 2 millió forintot fejenként, nyilván a nyereményből, ami azért később kiemel, mert hogyha pluszba kapták volna, még nem is lett volna olyan bevallani való. Hanem bizony ez a 30 milliós főnyereményből 2-2 milliót abban az esetben, ha lemondanak arra, hogy megkapják ennek a hídnak a tervrajzát kompletten, de így sem kell üres kézzel hazamenniük. Tehát megmutatnak egy térképet, amin ott van a híd építéséhez gyócskán hozzájáruló eszközök, gyakorlatilag olyan eszköz, ami nélkül nem is lett volna meg a híd, azért ezt lássuk be. Tehát nem mennek haza üres kézzel, nem fognak lebukni. Ugye itt jött egy ilyen morális döntés, ugye, amit Ádám részletezett is nekünk, hogy itt azért tényleg el kellett gondolkodniuk a szempontokon, de mit tettél volna? Tehát neked azt mondják, ráadásul még ahogy a harmadik napon, amikor még azt se tudod, hogy mi újság van, tehát tudod azt, hogy ott vagytok még egy csomóan, gyakorlatilag arra, hogy tegyed meg azt a pénzt, az esély azért elég vékony, azért oda tesznek neked 2 milliót. Hogy na tessék. Nekem ami ebben nem volt szimpatikus. Tehát azért azt tisztázzuk, hogy ők oda mentek, megtudták, hogy hol vannak az elemek, tehát kaptak segítséget, pont. Tehát én azt mondtam volna, hogy gyerekek, azért hívtak ide, hogy megvan ez. De azért miért hívtak volna, de azt megmondták volna egy sima levélben is. Tehát valamit kellett, hogy körítsenek köré? Hát ha köríteni kellett, én nem tudom. Én ugyanígy gondolkodtam volna. Nem biztos, hogy ezt a védettséges dolgot belevittem volna. Tehát, hogy a kamu rész az... Tehát nem, hogy mondjam, ha elhallgatsz valamit, az nem annyira csúnya dolog, mint mikor hazudsz valamiről. Tudod, hol lett volna bukó? A következő szavazásnál, ugye a levélben nem volt benne, hogy Ádám és Viktor védettséget élvez. És ugye ők nem is szavaztak rá, mert valóban, ez el is siklott egy picit ez a... Nem, hát nem azt választották, tehát végül is nem lett volna gond, de azt választják, hogy hátos védettséget kaptunk ezért, stb. De mi nem mondtunk róla, tudod, és akkor most hálás volt nekik mindenki, tudod, ezért, igen, ezt kidomborították azért. Igen. Tehát de őszintén, te, hogyha ugyanebben a helyzetben vagy, tehát nem térsz vissza üres kézzel a műsor elején, vagy tudod azt, hogy te nyerd ezt a 30 milliót, azért 1/12 az esély, mert akkor már lehet, hogy csak 12-en voltak. Azért 2 millió forint a 30-ból, az 2 millió forint. Nem, én teljesen jogosnak érzem. Én is elvittem volna. Természetesen. Szóval én ebben nem látok semmit, és igazuk volt nekik, hogy egyébként bármelyik két ember ment volna, mindegyik elrakta volna, legyetek biztosak. Nem vagyok benne biztos, de igen. Hát most jó lehet 1-2 pont, nem abban a pillanatnyi állapotában. Nem. Most nézd, hogyha most konkrétan bele akarunk menni, akkor a Tölgyesi Csaba nem hiszem, hogy elrakta volna. A ő elrakott mást. Neki kellett a 3 millió. Kettőt nem. A Fekete Miki nem hiszem, hogy anyagilag olyan helyzetben van. Jó, nyilván ez is döntő, igen. A Gergő, a kajakozó Gergő, ő megint látszott, hogy anyagilag azért más szinten van. Uh-huh. Tehát, hogy ez is sokban befolyásolja. Kinek mennyi ez a 2 millió? Igen, így van. És akkor, hogyha már ugrálunk, meg úgyis mindenki látta a dolgot, mi a véleményed a végéről? Amikor Janka azt mondta, hogy na, akkor csak a közepére még ugorjunk, vagy ha időrendben megyünk, még a másik pénzosztást is nézzük már meg egy pár mondatban. Ugye amikor kiszavazták Csabát és Verát, akkor nekik ugye fel lett dobva, hogy a következőn, amúgy mondjuk volt egy kis furcsaság, mert ott úgy lett nekik feldobva, hogy a műsor végéig maradhatnak, és mindig szabotálgathatják a témát. Ez neked nem maradt meg. Ez volt az eredeti koncepció, csak egyes kommentek szerint túllőttek a célon, és azért inkább lelőtték. Ami jó, hogy nem gyújtották rájuk az egész távot. Amúgy egyre volna hozzá. Másnap itt 8 kamera előtt. Ez egész alvó. Vágjuk el a torkát. És akkor, srácok, ezt nem kéne. Nem szólhatsz hozzá. Azt mondtátok, szabotáljuk, él valamelyik? Nem, megépül, így nem. Köszönjük. Szívesen. Na, tehát és beúsztunk a megmaradt 20 millióért, tudod? Ja, akkor megbeúsztunk, igen. Tehát gyakorlatilag ez volt a feladat, hogy de ez meg szerintem hülyeség volt, tehát őszintén, ki lett volna az a barom, aki azt mondta, hogy jó, megyek haza, szia. Azzal szemben, hogy figyelj, adok 3 milliót fejenként, tehát nem is 2-t, 3 milliót fejenként, annyi a lényeg, hogy szabotálni kell. Nem azt mondta, hogy gyújtsd rá, vágd rá a torkát, hanem szabotálni. Azt, hogy ők egy kicsit ezt túl
komolyan vették, az már egy másik kérdés, és gyakorlatilag két nap után haza is küldték. Nekem ez furcsa kérdés, igen, ugye erre Ádám se tudott választ adni, hogy vajon nekik mondtak-e valamit. Ja, hogy konkrét feladat volt, hogy vegyétek el azt a dobozszöget. Mert az, hogy elvették a dobozszöget, és mondjuk két napig nem kaptak szöget, azt mondom, hogy az igen, a szabotálás is, szopjatok még egy kicsit. Tehát, hogy eddig is ment, nehezen, de ment, de két nap múlva visszakapod. Én, ha nagyon őszinte akarok lenni, azzal se, tehát, hogy most mert el kellett úsznia, vagy el kellett nem menni. Volt olyan, de ezt egyébként utólag ugye csináltak velük egy interjút még a végén, ott mondták is, hogy egyébként ők nem akartak velük, csak úgy mutatni akarták, nem, hogy... Nem. Tehát, hogy abba se volt most, hány óra kiesés volt az nekik, hogy ők most el kellett menjenek az elszabadult elemek. Hát biztos kiesés, de nem hiszem, hogy olyan nagy az élet volt. Tehát, hogy a szabotálás... Tehát nem volt olyan nagy mértékű. Nem. Tehát a leg szörnyűbb, vagy hogyha tényleg tönkre teszik, és mondjuk elsüllyesztik az összes modult, az egy kitolás lett volna. Erős kitolás, az az igazi szabotás. De így, hogy vesztetek mondjuk egy fél napot, vagy pár órát... A köteleket kiveszik teljesen, és akkor elemeire mondják, még az is. Igen. De gyakorlatilag csak elvágták egymás között a köteleket, köszönjük meg. Sőt, nem is vágták szét, még az elemeket sem volt, hogy öt ment együtt. Tehát... Ez ilyen szempontból furcsa volt. Most, hogyha Ádám visszahallgatja, akkor lehet meg fog haragudni. Nem, de fog. Nekem is az volt az érzésem, hogy azért, most ahogy beszéltünk róla, tehát, hogy azért Csabáékban maradt egy tüske, és oda-vissza maradt egy tüske, már olyan szempontból, hogy lehetett volna ezt. De figyelj, már emberek vagyunk benned, nem maradt volna hirtelen. De most Csaba fejével gondolkodva, ott van Viktor, aki eleve egy ilyen mondva csinált hülyeséggel, ellene fordította a bandát. Azt ne felejtsük el, hogy Csaba az egyik legértelmesebb ember volt közöttük. Nem hiszem el, hogy nem volt olyan emberismerete, hogy tudja, hogy ennek egy nagy része színjáték, és értelemszerűen ez egy játék. Tehát ezt ne felejtsük már, mert te is elfelejted. A pénz. Tehát, hogy ő azt tudta, hogy Viktor mindent meg fog tenni azért, hogy akkor inkább Csaba essen ki, mint ő. Tehát gyakorlatilag megkavarja egy kicsit az állóvizet. És. Úgy akartam ebből kihozni. És ki is esett Csaba. Tehát, hogy ebből nem kellett volna akkora nagy, még ölelkezés, meg elbúcsúzáskor már, akit megöleltek, még odaszólni Csabáig. Amit Ádám mondott, hogy ezt meg lehetett volna, le lehetett volna úgy kommunikálni, hogy na jó van, hát felkértek minket, hogy szabotáljuk, akkor jó van, srácok, szeretünk benneteket, de azért ezt most megkapjátok. Tehát ez így mennyivel másképp hangzik, mint amiket ők beszólogattak is, hogy... Jó, nyilván itt árnyalás kérdése, és most megint örök rejtély maradt, hogy ez most mennyire volt koncepció, vagy mennyire volt tényleg az ő spontán reakciójuk. Kérdésedre válaszolva, nekem volt egy olyan problémám, hogy igen, elkezdődött a szabotálás, de én féltem attól, hogy nem áll bakker, hát nyilván ilyen szempontból akkor mi lesz? Akkor verekedés lesz, vagy mint a Pál utcai fiúkban, hogyha meglátják Csabát a tó környékén, akkor fejbe vágják, vagy... Mert mit Rambó, tudod, így befejezni egy gépfegyver. De nem, ez így rendben volt, örülök, hogy szerintem két nap után... Szerintem nem volt túlzó egyáltalán. Örülök, hogy két nap után hazazavarták őket, és így módon viszont... Azért... Itt 10-ből 10 ember azt mondta volna, oké, okay, kérem 10-ből 20. Tízből 20. Csak a végeredmény tekintve nézzétek meg, hogy Janka után, aki nyilván nem spoiler, mert most már tudjátok, mert ugye megbeszéltük a műsorról, azok nézik, akik már látták, Janka után ők keresték a legtöbbet. Azért, bocsi, csak mondom. Igen, bocsi, csak. Tehát konkrétan második helyen távoztak pénzügyileg. Igen. És azért nem kell csinálni ők szinte semmit. De olyan, be kellett menni. Nézni kellett a távcsővel, és haladni 3 kilométerre, hogy szegek. Csak most, hogy egy kicsit a negatívumokról beszélgessek, nekem az annyira visszás volt, de motorcsónakkal azért nem voltak olyan hangosak éjszaka oda menni. Nem mondtam semmit, de vannak ilyen problémáim. Ez is egy negatív. Hát ez nagyon. Kérdésedre válaszolva, nyilván én azt csináltam volna, hogy az elején a 2 milliót, meg itt a 3 milliót, és akkor még kiszavaztatom magam. Anya, hogy bocsi. Na, és akkor megint beszéljünk a pénzről. A pénz, akkor nézzük meg a végét, és utána még egy pár apróság, ami még nekem szembeötlő volt esetleg, azt mondjuk felsorás szinten. A vége. Elkészült a híd. Csak mondod, hogy szembe. Nézzed az, hogy ötlött bele a szemembe? Igen. Utolsó két rész, ugye ott már arról szólt, gyakorlatilag... Tehát van-e még csavar? Van csavar, mert az van, hogy 19 napod van rá,
De aztán a 17. napon azt mondják, hogy figyelj csak! Hát először ketté osztották a csapatot, ott volt egy kis csapatjáték, igen, megint ment egy kis karakterépítés. Az is jó volt, mert karakterépítés ad egy, ad kettő, meg megint előjöttek a személyiségek. Hát erről szólt, hogy megint kicsit szétárnyaljuk ezeket az embereket, hiszen közeledik a végjáték, azért tudjuk most már valahova a kis saját szimpátia rendszerükbe elhelyezni őket. Igen, persze, mert igen, jó igen, volt. Igen. És akkor jött az, amit te akartál mondani, hogy új határidőt kapott a csapat. És azt mondták, láttam hogy... Láttam a szemedre, hogy azt akarod mondani. Mind a kettő ezt mondta. Hogy akkor 24 órátok van megépíteni a hidat, és... Ja, de még mi meg is beszélték előtte, tudod, hogy akkor ma pihenünk, mert ma nem kell, és de... Hát annak is éreztem, igen, egy kis... Mint a csavaros rész, bocs, azt kihagytam az előbb, mikor a kozmetikus hölgy, nem tudom már, Ági, nem kéne a csavarokat bevinni, mert lehogy ja, elvigyék. Igen. Na az nem tetszett. Annyira nem gondoltam volna, hogy jöpe ezt, hol vannak a csavarok? Szögek, bocsánat, vagy Viktor, igen. Vagy Viktor, tehát, hogy én annyira éhes vagyok, érted? Tehát azt is picit túlzom, tehát, hogy olyan is, érted, már nem bírunk más tenni, már én ezt már nem bírom, már nem tegnap tudom. Óta már csak műzli teszek, vagy az ökör ilyen kóbász volt az a gyerek. Nem, de hogy ez nem, tehát mindjárt 20 órája én csak kását ettem. De tényleg úgy, mint ahogy én aztán... És így nézek, hogy hanyadik napján járunk? Tegnap még ott tették az omlettet, meg mindent. Na ez is, meg a szeges téma is mindig egy kettőségben, nem, hogy vagy rohadt jól van vágva a műsor, és dramaturgiaig előtették, mint egy filmben is, vagy ettől lett mű. Igen, picit, hát nekem vagy Viktor. Vajon akkor... mi lesz a szegekkel? Tehát csak azt kell, hogy nem jól színészkedik, és jaj, vajon el fogják-e vinni reggelre? Na, nem. És akkor negatívumok. Tehát én, ahogy mondtam, gendersemlegesség, ide korosztálybeli besorolás, akárhova, oda. A vallást kihagyjuk. De mit akartak Ágival? Kicsoda, mit akart Ágival? De ugye te mondja, hogy miért rakták oda szegény Ágit? Értem hát, jól, legyen, aki minket... főz végre két napig valami jó kaját. Hát és akkor vonják meg tőlük a kaját. Hát vagy egyék meg Ágit, hát most valami, hát gyerekek, volt tűz, volt igen. Fa. Na, és akkor itt megint jön a kérdés, hogy vajon amikor volt egy ilyen lehetőség, hogy két ember menjen haza, akiből az egyik Ági. Ági lett volna amúgy is, tehát igen. Vagy menjen haza Ági, akiből az egyik ember ő. Nagy esélyeket dobtak fel a csajnak azért. Igen. Ági, szóval hazamész, vagy és viszel magaddal valakit, vagy hazamész, és nem viszel magaddal senkit. Ő egyébként, az, de fel is vezette, hogy hát ő nem akarja feladni. De aztán láttam a szemébe, hogy ahogy úgyis én megyek, tehát akkor most miért szopassak le még egy embert. Hát igen, az egy érdekes, mert ugye ők vesztették el a csapatversenyt, ugye ez ennek volt a büntetése, hogy van, vagy kettőt ember. El kell küldeni, vagy pedig egy önként feláll. Igen, és akkor Ági azt mondta, hogy ő bevállalja, és ő lesz, aki feláldozza magát. Rövid pályafutása volt, de annál érdektelenebb, tehát hogy... Meg rá is szálltak ráadásul, mert a szegek, vagy a, igen, a szegek ráadásul ő volt a gyanúsított, hogy biztos, hogy ő dugta, de miért? Mert ők kérdezte meg, hogy nem tűnnek el. Ő akarta bevinni. Nem olyannak tűnt, mint hogyha meg lenne játszva a dolog. De egyébként meg ne értsetek félre, Ági néni, ha nézed ezt a műsort, imádom. Tehát semmi gond nem volt ezzel. Ez egy játék. Főszét megkóstolnál, rohadt jól nézett ki. Levitted a hang? Vagy ott volt igen. Szó köz, vagy valami? Nem, vagy pont? A fő nagyon igényeseket főzött. Nem, azt mondtad, hogy a főszét megkóstolnám, rohadt jól nézett ki. Is. Figyelj. Minden, ebbe a korba. Nem, nem viccelődünk ezzel. Egy tök szimpatikus hölgy egyébként. Teljesen szimpatikus ő volt. Ő érkezett a Bakos úrral. Ugye? A Bakos úrral, aki... amúgy Erenének a férje. Ezt csak így utólag tudtam meg. Én meg most jöttem rá, hogy kiről beszélsz. De, az asztalos. De na, és akkor jön egy asztalos. Tehát a oda raktak férje. Az utolsó a három napra egy asztalos. Jó, nem ne, utolsó három hamarabb, jó, hamarabb. Van, tök mindegy. De oda raknak egy asztalos, mikor már megvan a híd. Érted? Ő már csak azt konyha vártam, bútor hogy... építő volt ő inkább. Hát most azt baszhatja a nagy konyhaszekrényt ott a vízen. Elsüllyed, de volt jól néz ki. Ide még egy fiókot berakni. Hogy szép az a virágot. Az a virág, mint amilyen jól néz ki a fiókon. No de, eljutottunk a végére. Kiszavaztak, beszavaztak, megmaradtak néhányan. És ha nem lett volna elég az, hogy már csak egy napotuk van, jött még egy pont, amikor már nem egy nap, hanem... 24 óra. Nem fogom kivágni azért se, hanem kaptak egy homokórát, ami 60 perc alatt le pörög, perek, porog.
Vagy egy óra alatt. Mert megunták a készítők, hogy hát ezek már mindjárt kész vannak. Hát egy túl gyorsan dolgoznak. Na akkor, 60 perc múlva nem áll a híd, akkor sziasztok. Akkor szevasztok. Hát. Ezek úgy megindultak, mint lyuk a takonyra, hogy mondani szokták. Igen, és az a gáz, hogyha ilyen tempóban csinálták volna, hogy Ádám is mondja, akkor ez egy háromnapos műsor. Ez az a lényeg, hogy minél gyorsabban meg kell csinálni. Te egyébként, hogyha azt a tempót felveszik két nap alatt, így tudod, az 18 nap, a műsor két nap alatt, az 16 napig így. Jó, az a hét, bazd meg. Hát figyelj, akkor még két hétig kiadhatták volna azt a faházat a teltébe, azért jó pénz van abban. Maurice bátyám, gyűjjék! No de! Elkészült. De egy óra alatt persze. Tegyünk még egy plusz elemet, vajon oda vajon kell lenni fog? Igen, igen. Hát azért volt majdnem három hetük kiszámolni, de az utolsó fél órában számolták ki, hogy hány elem kell ahhoz, hogy eljussanak a 250 méterig. Azt figyelted, mekkora kanyar volt a hídba, azért egy olyan 4-5 modult meg lehetett volna spórolni, ha megpróbálják egyenesen csinálni. Hát, ezért amikor szemből vett a kamera, egy... mondjuk felülről egyenes volt, mondjuk ez egy kicsit furcsa, de mindegy. Igen? Az állókép volt. Tehát eljutottunk oda, hogy az utolsó percbe természetesen, mert milyen lett volna, hogy még maradt 50 perc, mit csináljunk főnök? De mikor be van lassú, ja még nem ott vagy jó, csak el akarok majd egy párhuzamot vonni. Ez már a végén érte. Nem csak hogy az akciófilmes izé, amikor a homokórát már csak azt kellett volna, hogy az utolsó homokszemet így lassítva leengedni, és de tényleg annyira az utolsó pillanat, tehát az megint annyira ki volt húzva. Igen, tehát ez azért nem értettem, meg azt sem nagyon értettem, hogy megkapták a homokórát, ezt így rángatták. Hiteles, meg így, menjél le fel, menjél! Elnézést, 20 másodpercet siet. Ez svájci? Atomóra? Matematikus ön? És akkor eljutottunk oda, hogy... Ready. Kérnék szépen tőled véleményeket karakterekkel kapcsolatban. Szavazásokkal kapcsolatban. Már a végeredményt illetően? Úgy általában. Vagy egyáltalán, hogy akkor majd kezdem én. Szimpatikus, nem láttam a videóit, azóta se néztem meg, nincs összefüggés, időm nincs erre. Szimpatikus volt ez a Janka hölgy, már az első bemutatkozásnál nekem úgy jött le, hogy ugye ő el is mondta, hogy ilyen nagy vezetők mellett asszisztens, és hogy komoly döntéseket kell meghozni, és csapatépítési tapasztalata nem nagyon van, de lehetne is akár. Hát szerintem az egyik legrosszabb választás volt. Ő csapatvezetőnek? Csapatvezetőnek igen. Borzasztó volt. Tehát nekem túlságosan lelkizős volt, döntéshozatalnál nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem sikerült megnyilvánuljon. Amikor döntést kellett hozzon, ugye volt egy jelenet, amikor át kellett evezni, majd föl kellett futni a domnak a tetejére bizonyos időn belül, akkor is nagyon rossz döntést hozott, mert odarakta a... Nézd el nekem... Mark. A zenészt. Hogy nem ugrott be a neved. Igen. Például Markról semmit nem tudtam meg. Én most se tudok. Tehát Janka nem volt egy jó választás. De végtelenül szimpatikus egyébként. Végtelenül szimpatikus, de attól még nem volt jó vezető. De egyébként nagyon sok komment írta is, hogy őt ez mentette meg, és ez nyerette meg vele a műsor, mert ha őt az elején nem választják meg vezetőnek, őt az első kiszavazásnak kipicsázzák valószínű. Igen. Tehát ő ezen kívül szürke lett volna oda. Igen. Fizikailag nyilván, ha meg nincs szervező, tehát ha neki nem lett volna szerepe gyakorlatilag ebben a műsorban, ha ő nem szervezője vagy vezetője ennek a csapatnak. Igen. Tehát őt ezzel a szavazással mentette meg a legelején. Ő egy kisegér volt szerintem. De mindent is tudtam az övén, mert egyébként nagyon ritka korosztályának nagyon értelmes. Igen, és nagyon ritka szimpatikus csaj, de nézd el nekem, Janka, én nem téged raktalak volna, de ezért vagyunk különböző. 18-as karika téri. Nem, semmi, nem vágjuk ki. Ne jössz. Viszont ez ugye az ott a táborlakóknak a döntése volt, tehát ez nem szerkesztői probléma. A szerkesztői probléma az a karakterépítés. Ugyanis nem volt túl egyenlő arányba elosztva az, hogy kiről mennyit tudhatunk meg. És most nem a Póliról beszélünk. Hogy a háttérsztorikat akarod, ami egyébként majdnem minden valóságsóban nagyon fontos elem, sőt az ilyen borzasztó fontos lett volna, mert ugye, ahogy említetted Alexről is, én utólag tudtam meg, hogy neki pizzázója van, és hogy TikTok videóból tudtam meg csak. Nagyon sok mindennel foglalkozik, de például nem tudtam meg semmit a Markról, mert ennyi kiírták, 250-szer kiírták, hogy zenész. Tehát ez
Okay. Most furjázik, vagy gitározik. De nem, de hogy semmi más. Semmi más. Melyik zenekarban, tényleg nem tudom. De az a, és tudod, mi a baj? Magamon keresztül, magamon át tudom letérképezni azt, hogy nem is érdekel. És bocs, Márk, biztos egy nagyon jó fejgyerek vagy, de ettől függetlenül annyira szürkén hagyta a műsor a karakterét, hogy azt mondom, arra hogy nem vettem a fáradtságot, hogy beírjam a Google-ba, hogy egyáltalán ez melyik zenekarban fórázik, vagy igen, mit csinál. Igen. Sajnos az ő karaktere szerintem szerkesztői döntésnek köszönhetően ott maradt a szürke zónában. Ez az egyik. Akkor beszélhetünk akár a Gergőről, aki... A kajakos, és... Az egy kajak, csáó. A legvégén volt egy ilyen, ami vagy én maradtam le, vagy nem aludtam bele, tehát nem tudom, hogy mi történhetett. A Janka, amikor már osztotta a gubát, akkor mondta, hogy ez az olimpiára nem lesz elég neked, de azért hát a hozzá tudok. És ez nekem úgy jött le, mintha ők, vagy erről kellene tudjunk, hogy ő az olimpiára akar eljutni, és ehhez kell neki pénz. Hát ezek szerint biztos. De erről én nem tudtam. Tehát nincs kajakozó, sem. Oké, gyönyörű, felsőtesttel rendelkező, fiatal, életerős emberke, még szimpatikus is volt, mert csapatjátékos abba volt. Abban jók is voltunk mindig olimpián, már nem de, mi, hanem ugye magyar. De, mi is volt, mi is. Kajakra. Amikor nyerünk valamit, akkor mindannyian nyerünk. A magyarok, mi is nyert, nem. Ezek a hülyék, ezek nem nyertek semmit, hát ezek, amikor nem nyernek, akkor csak ők. Tehát Gergő ilyen szempontból megint egy kicsit feltérképezetlen terület volt. Úgy, ahogy Viktor, azt sem tudom, hogy mivel játszott, mert azt sem érdekelt még egyszer, hogy beírja. Hát jó, de Viktor meg elmondta talán túl sokszor is, hogy a kislánya és hogy a feleségével. Hát, de ki a családi háttérsztorit. Igen, tehát ott megint elmentünk egy picit érzelgős. Picit. Tehát ezt viszont negatívnak élem meg a műsor kapcsán, hogy nem arányosan lettek fölépítve. És az a baj, hogy nekem ez mindig egy kicsit, mintha a nézőt akarná manipulálni, mert ugye Jankának is, ugye nyilván én a TikTokról is tudtam, hogy neki ott van a beteg testvére, tüdőbeteg, transzplantált fiúlavár, és mintha ezt egyből a pofánkba akarnák tolni, hogy ez már gyakorlatilag a műsor végéig téged azért befolyásolja. Igen. Ugye te is neki adnád? Milyen köcsög vagy, ha nem? Milyen érzéket nem érdekel, hogy a másik értette? Itt vannak a bajok. És az a baj még egyébként, és még egyszer mondom, semmi bajom, tényleg egy végtelenül szimpatikus, szerintem egy tündér az a csaj, de ettől függetlenül ebben a műsorban szerintem ilyen szinten nem volt létjogosultsága egyáltalán neki sem szerintem, de mind a mellett így történt. Én ezt is teljesen elfogadom és örülök neki, viszont ezek az érzelmi nézőkre ható tudatos koncepciók, ez a, például ott van most, és most én Viktort sem ismerem emberként, nyilván ő azért elég megosztó lett, ahogy Ádám is mondta a telefonban, nagyon sokan nem szeretik emiatt a műsor miatt, én előtte nem is ismertem, megmondom, azóta sem tudom, hogy ő miben játszik, színházi vagy filmben játszott, mert ő is ugyanez nálam, hogy annyira nem érdekel, viszont nála pont egy kommentelő írta nagyon okosan, hogy az a baj, hogy azt szegyezték ki, hogy ő neki a kislányával, vagy a kislányával szeretne több időt tölteni, és a többi, miközben állítólag, én ezt nem tudom, csak egy kommentelő írta, nem az én véleményem, ő elvált a feleségétől, tartozik 800 ezer gyerektartással, és effektíve ő éli a kis színészek kicsapongó életét. Tehát gyakorlatilag azért nézzük már, hogyha innen nézed, vagy ha onnan nézed, hogy csak jól lenne kifizetni a tartozásomat a gyerektartásba, ez már mégsem olyan szimpatikus szerintem, de itt úgy tálalták, hogy ő azért, hogy többet lehessen a gyerekével. De nem mindegy, hogy milyen úton. Én most visszakanyarodunk oda, amint fél órával ezelőtt, hogy milyen szemszögből mit vágsz, hát be, mit nyomatékosítasz többször. Tehát nem tudom, hogy valide az info, nem az én véleményem, ezt olvastam. De nincs is jelentősége igazából. Tehát, hogy ugyan ezért mondom, hogyha az lett volna, hogyha mindenkinek van egy ilyen kis én-sztorim videója, és akkor úgy el tudod dönteni. Még Verának volt egyedül ez, hogy neki is a gyerekkel, csak ott megint nem tudjuk, hogy mi történt. Vagy. Igen, tehát máshol nem is tudtunk meg úgy semmit így ilyen szinten. Nem. Fekete Lacinak a fia, ugye Miki az jött, cuki, a nagy darab cuki pasi, mint én. Csak ő még erős is, és akkor tök jó fej vagyok, de nem volt motivációja, nem volt semmi. Igen, tényleg semmi, de pedig az egy végtelen szimpatikus csávó is. Jó, csak tudod, itt megint akkor kérdés is, lehet, hogy nincs igazam, de nem hinném, hogy most nincsen mit a tejbe aprítani. Tehát, hogyha a pénz nem motivál egy ilyen játékba, most csak azért, hogy távol legyél a családodtól, miért törd össze a kezed, lábad, ázzál, fázzál, éhezzél. Na, ebben a karakterben például nem értettem én se, hogy akkor, tehát neki a pénzre nincs szüksége, nem azért megy oda. Nyilván őt megkeresték, nem ő jelentkezett erre, megkeresték, igen, mondott,
Most az, hogy egy fix gázsit kaptak-e, vagy nem, nyilván ezt az elején felvetettük kérdésként. Arra azért csodálkozom. Szerintem igen. De várjál, akkor fordítsuk meg a dolgot. Én azért arra kíváncsi lennék, amikor a szerkesztők így, bakker, hát ez felmond, ez felfog, ez el fog menni. Ez, érted? De húzzatok csak elő, csak valaki. Biztos megvolt erre is az alternatíva, de hogy megkapta ő a gázsit, vagy szerződésszegéssel azt mondták, hogy de nem vagyok ezt a csávot ide soha többet nem ez volt a feladata, mert nem értem a motivációt. Figyelj, azt mondod, a pénz nem motiválja. Amúgy mi a francnak építgessen hidat, nem is tudta, hogy azt kell építeni. Tudta, hogy a családjától távol 2-3 napnál nem bír többet, akkor eleve minek, mert ahogy szokták kérdezni, minek ment oda. Utána, amikor elkezdés, amúgy pont ő nem volt semmilyen konfliktusnak a résztvevője, pont mindenki szerette, pont szimpatikus volt mindenkinek, annyira szarrá nem kellett hajtani magát, és egyszer csak felállt, hogy nekem már jelzik a családom, megyek haza. Ez tudta, hogy hiányozni fog neki a családja, tehát akkor meg nem értem, hogyha ez nem egy tudatos forgatókönyv jelenet volt, hogy ő neki haza kell menni. Szerintem ő azt hitt, hogy nehezebb dolgokat kell fölemelni, tudod? Tehát ez mi? Remélte, hogy figyelj, ma én nem arra önköt, én inkább a házat emelném fel. Tegyük arrébb a házat, akkor oké, de most ezért... Nem lehet arrébb rakni a házat. De! Akkor hozza meg! Akkor nem érdekel. Nem, tehát ezt mondjuk nem értettem annyira. Egyébként egy végtelenül szimpatikus fickó. De látod, hogy mindegyik ide fut ki. Tehát, hogy alapvetően meg szimpatikus emberekről van szó. És én a Tölgyesi Csabáról, egyébként van egy csomó közös ismerősünk, mert színházi életben dolgozik. Hát ő díszlettervező is, meg ilyesmi. Én Erdélyben már találkoztam vele, nővéremen keresztül kiderült, hogy ismerjük is. De feléje sincs semmilyen negatív... Én megértem őt. Én hasonlóképp cselekedtem volna, hogy ő valószínű minden tekintetben. Még fel is gyújtottam volna őket, de az most csak az én hülyeségem, nem. Én fel is gyújtottam volna őket a picsába. Nem. Csak kicsit. De eljutottunk a végéig, és akkor itt már jött ugye konkrétan az, hogy eldőlt, hogy talál gazdára. Ez a már csak 20 millió forint, ugye? Itt még azért mentek a találgatások, hogy lesz még egy utolsó verseny, de hát nyilván erőnléti verseny nem lehet, mert vegyesen vannak izmosak, vékonyak, lányok, fiúk. Fáradtak, nem fáradtak. Akkor lesz-e észverseny, hát lássuk be, ott is elféreztek volna egy páran, de nem tudtuk, hogy mi lesz. Hát igazából túl gondoltuk, mert a legegyszerűbb verziót kaptuk meg. A legegyszerűbb verzió pedig az volt, hogy a táborvezető megnyerte, hogy ez most bocsánat, irreleváns, de ő nyerte meg. Hát mert megszavaztatták. Meg kell szavazni. Igen, ez is érdekes volt. Én azt hittem első körben, hogy értelemszerűen mindenki majd magára fog szavazni. Nem volt kimondva, hogy nem tehetik meg, de mégsem szavazott senki szerintem magára. Szerintem nem volt olyan. Tehát ha majd tartunk, Viktor biztos magára szavazott. Tehát, hogy nem, mert mindegyiknél be volt vágva, hogy ki kire szavazott, de nem volt kimondva, hogy nem szavazhatnak magukra, ez olyan érdekes volt, és mégsem szavazott magára senki. Igen. Meg rám se, de majd ezt tudom, megbeszéljük. Tehát nekem ez is furcsa volt, hogy akkor itt megint érzelmi alapon. Tehát, hogy furcsa volt egy picit, hogy... Itt már csak ez döntött. Jó, már de tehát 17-8 napon keresztül hajtasz valamiért, a gubáért, a pénzért, hogy neked az kell. Itt van egy tehát ez olyan, mint hogy a polgármester választásnál saját magadra nem szavazhatnál. Milyen? Nem? Tehát, hogy hajtasz azért, hogy megért, összetöröd a kezed, kifárasztod magad, éhezel. Ja, legyen a tiéd. De olyan fura volt, hogy ugye mindenkinek megvolt a saját motivációja, és még egyszer tényleg megkövetem Jankát minden szempontból, mert még egyszer mondom, egy semmi rosszat nem tudnék róla mondani, de ezt csak azért nyerte meg, mert hogy jött a háttérsztori. Mert akkor már, ahogy te is mondtad, jó köcsög vagy, te nem neki adtad volna. Miért te rászolgoztál volna? De miért nem? Te rászolgoztál volna? Most ezt kérdezed, vagy csak most... Kérdezem. Ha ott vagyok abban a helyzetben? És... De azért nem tudom, ne. És 20 millióról van szó. Megvan az esélyed, hogy te nyered meg. Ha igen, nem azért, mert... Tehát nyilván itt lehet taktikázni. Szavazzak egy olyanra, akire más nem fog, mert azok az én szavazatom elporlad. Erre nagyon sok országban építenek választásokat. Nem. Saját magadra. Szavazhatsz saját magadra. Akkor mindenki saját magára szavazott volna, szerintem ott ki volt mondva, hogy nem lehet. Nem hiszem. Nem. Hát miért? Hát 20 millió forintról beszélek, utána erről majd, ha én Jankának akarok adni, mert szeretném támogatni a testvérét a felépülésben, majd én adok neki. Hát én nekem ez volt a nagy csavar a végén. Hát nyilván, hogy magamra szavaztam volna, persze. 20 millió forintról beszélünk, nem... De figyelj már, te magadra szavazol, mennyien voltak ott, segíts, 10 a végén. 9 vannak ott, ami azt jelenti, hogy ha 3 szavazatod van,
már szinte nyertes vagy. Igen. Ami azt jelenti, hogy te magadra szavazol, meg még van egy spanod, akivel nagyon jóba vagy, meg még valaki, aki talán úgy gondolja, hogy te jó fej voltál, azt adta goba. Azt megbeszéltük volna, hogy figyelj, te is szavazzál rám, azt akkor kapsz, hogy összefelezzünk, azt már mindenki olyan tudatosan. Ez már egy érdekes rész. Ha felmerült volna bennünk esetleg tudat alatt, hogy lehet, hogy majd magunk között kell eldönteni, akkor már lehetett volna ott kis szövetkezés, hogy figyelj, akkor szavazz te is, nem? Akkor én adok neked ennyit meg ennyit, viszont akkor nekik már matematikai esélyük sincs. De mondjuk ott nem, mondom, egy pár emberen nem láttam, hogy idáig eljutott volna matekilag. Te eljutottál volna, lehet, hogy én sem. Én lehet, hogy azt mondtam volna, hogy merüljön fel ez az ötlet, mi van, hogy nekünk kell megszavazni, hogy ki nyerjen. Ebben az esetben figyelj, nézzünk ki valakit, aki hajlandó visszaosztani, ilyen rendszerről sem hallottunk még semmelyik országban, hogy ez így működik. Hú, ez mekkora ötlet. Ugye? Ez egy tök egyedi dolog, hogy vissza kell osztani egy kicsit. Okay, igen. Okay. Bár vicc lenne, igen. Szóval lehetett volna ezzel manipulálni, de nem így teljes mértékben egy érzelem irányított szavazás. Ez onnan is látszott, hogy a két legtöbb szavazatot kapó, ugye a Vera, meg a Janka volt, ha jól tudom. Mert ugye Verának is valami gyerek móka probléma. De az is érdekes, hogy Vera végighajtott, ez tény. Mondjuk az egy állat volt, bár pozitív értelemben mondom, az nyomta neki. Milyen úszóedző. Valami olyasmi, igen, igen. De hogy én őszintén én egyáltalán nem gondoltam, hogy neki bármilyen esélye lenne megnyerni. De én teljesen megdöbbenten néztem, hogy gyakorlatilag fej-fej mellett. Ő is megosztó volt egyébként. Igen, fej-fej mellett. És róla például semmit nem tudok. Neki, meg az akcentusából én arra következtettem, hogy ő erdélyi egyébként, vagy valahová... Igen, a tájszólásod volt erősen. Majd ennek utána kell nézni, felkészülendő erre az adásra. És akkor te, ugye ott ők voltak holt versenyben 3-3 szavazattal, talán meg Geri volt még kettővel, vagy szinte. Igen, talán. De egyébként csak ők hárman kaptak szavazatot, ha jól tudom eleve. Így van, tehát ez volt a furcsa az egészben. Fura volt. Hát igen, mert 3-3, meg 2 az 8. És akkor a döntés... A 9. szavazat meg, azt meg valaki utólag bevitte, és az Janka lett megint. Így van, Janka nyert. Na most Janka nyert 20 millió forintot, így van. És volt lehetősége dönteni. Egy éjszakát gondolkodni. Hát ez megint egy érdekes dolog, olyan szempontból, hogy ha jó kocsög vagy, ha nekünk nem adsz. Megint egy játékról beszélünk, könyörgöm, megint felcsinál mindenki... Szia, van egy éjszakád, arra nem, ott a busz megyek, sziasztok! Nem, én inkább, de egy éjszakát gondolkodom, nem, én elköszönni szeretnék. Köszi, igen. Tudod, amíg van pizza, addig egyetek nyugodtan, nekem már nem kell. Majd kereslek benneteket, de nem tudod számunkat, ó, majd megérzem, nem baj, majd. Nem baj, de hello! Csörizek, majd utalom. Jó, nyilván. Ez furcsa. Nem. Ezt nem tudhatod előre. Nem. Nem 18-19 nap már ott azért, nem azt mondom, hogy ilyen életre szóló barátságok alakulnak ki, ott már van valami kötődés a többiekhez. Vagy pozitív, vagy negatív, ott már van valami. Nem? Ott már nem biztos, oké, hogy külső szemmel azt mondom, hogy ott hagytam volna őket a picsához. De mi volt a furcsa, hogy talán pont Vera szájából hangzott el az a mondat, hogy ő szinte biztos abban, hogy már pedig itt osztás lesz. Ja, igen, ott a vacsoránál beszélték, hogy biztos, hogy ő majd nem, lehet, hogy... ja, ha szétosztja mindannyiunk között, mindannyiunk hát ő vetette fel Viktornak. Igen, hogy mindannyiunk közt egyenlő arányba osztja szét, ja, igen. Akkor Viktor mit fog mondani? Na, és akkor megszületett a döntés, aludt rá egyet a Jankánk, és úgy döntött, hogy magának megtart. Hát azt hiszem, hogy 13 körül maradt neki, 13 millió. Eléggé furán porlasztotta szét egyébként. Nagyon fur, hát én azt hiszem, az elején nagy összegeket berobja, azt mondja, 3 kiló. Na és akkor jött az érdekesség, akkor egyszerűsítsünk, majd kijavítjátok, hogyha nem így volt, de mondjuk azt, hogy a 20-ból 13-at megtartott magának. Körülbelül igen. Illetve ugye Csabának is volt egy meglepetése, mármint ugye a magyarosi Csabának ugye azt mondta, hogy ő viszont szeretné tudni, hogy mi van a 4 millióval. Ami hiányzik, ugyanis ez csak a legvégén derült ki. Hát ez előtte este ott van. Janka ott tudta meg. Janka már a legvégén tudta meg csak hogy Viktor és Ádám eltett 2 milliót. Ez milyen jó volt, amikor Ádám, hát én visszautasítom a 2 millió nálam van. Jó Viktor, akkor ezek szerint nálad van a másik kettőt, és azt egyből levágta, onnantól egyből levágta. Igen, ez is tök jó jelenet volt. Illetve az is borítékolható volt, hogy ugye Ádám visszautasította, neki fölajánlott az esküvőre. 100 ezret talán. Igen, igen, hogy ők meg arra, ugye mindenki elmondta előző este, hogy mire szeretnék költeni, és ugye Ádám az esküvőt kerekítette ki, hogy igen, lassan igen, ugye aktuális, igen. És Viktornak szerintem ugyanannyit? 500 ezer volt a Viktor, és 500 ezer volt a Viktor, és
ő pedig mondta, hogy... Hát, gondolkodott ott egy kicsit. Hát akkor köszönöm szépen. Vagy az agyában egyből fogadd el, tehát ott meg el volt döntve, csak még egy kicsit úgy... Igen. Vele azt mondta, hogy szájba fog rúgni, ha elfogadom. Majd én szájborgom, elfogadom. De hogy valami ilyesmi azért játszolott a fejében. Igen. Ez volt még egy érdekes jelenet a végén, ami... Hát az ilyen szürke szintén... kisegereket is megkínálta, hogy a 300 Na hát ez volt, ami számomra volt. Teljesen érdekes volt. Mert ha azt mondom, hogy hát 13 millióra nekem szükségem van, úgyhogy gyerekek, mindenki kap 5 kilót. Azt szavaztok. Hát jó, csak a Gerit meg a Verát azért jobban akarta ő támogatni szerintem. Hát akkor ők kaptak volna 2-2 milliót. Vagy Privibe megoldotta volna különbelük. Nem tudom, nekem ez a 100 000-es... Ráadásul influencernek odaadod, aki egy posztért többet kap egyébként egy külső cégtől, vagy éppen Bakosnak, aki egy jól menő bútorasztalos, és amúgy meg Dél Henninek a felesége, vagy férje. Tehát valószínűleg az 300 000 forint neki nem dobott olyan sokat alatba. Tehát itt arányos, hogy van észre. Pont haza tudok utazni. Tehát körülbelül. Elkávézza hazáig. Tehát azért mondom, hogy itt azért arányokat is figyelve, mert jöttek itt a nagyon buta kommentek, hogy jaj, most ez a 20-13 milliót vitt haza, az semmit nem jelent. Hát azért, még az mindig 13 millió forint, én elhiszem, hogy nem lehet lakást venni, de mondjuk lehet, hogy pont tényleg egy gyógykezelés esetében lehet, hogy mondjuk sokat nyom alatba. Hát, tehát higgyétek el, hogy azért az is pénz. Ne vicceljél, mert hogy ne. Tehát, sőt, a 300 000 forint is, most nem azt mondom, most az egy, a bármelyik kollégámnak, ahol a hétköznapokban dolgozok, odaadnám, örülne neki, mert mondjuk az egy bő havi fizetés. Mindenki, most de... ne viccelj, menj oda, most akár a Varga Ádámot ismerjük, de Magyaros Csabához, menj oda Gergőz, és mondd azt neki, hogy adjam már légy 300 000 forintot. Nem azt fogja mondani, hogy tessék, tehát azért ez emberek, tehát nézzük már, Magyarország 80%-a egy hónapig dolgozik 300 000 forintért. Tehát ha nem így van, akkor örüljetek neki, de nagyon sokan így dolgoznak. Ismerek olyat, aki kettőt, de menjünk bele, igen. Nem, tényleg sajnos meg mindig. De igen, tehát... Tehát azért, na. Viszont nekem az arányosság az nem volt annyira szimpatikus, mert akkor igen, csinálhatta volna azt, hogy Verával közösen, akkor te kapsz 2 milliót, és mindenki más 500 000-et, és akkor nem megyünk bele abba, hogy neked az esküvőd, de neked az a... Hát te egy kis senki vagy, úgyhogy neked... Ah, jó, te is kapsz 300-at. Tehát, hogy ez körülbelül... Azt sem tudom ki a faszom, hogy itt voltál 18 napig. Neked mi a neved? Ez a gyerek itt, hogy... Béla, nem. Mindegy 3 kilót. Én az operatőr vagyok. Nem baj, leszek. Leszek, öcsém. Na, 20 millió forint gazdára talált. Nem. Nem talált gazdára. Nem talált gazdára. Én kíváncsi lennék, Sunny. Sunny. És gazdára talált. Gratulálok. Köszönöm. Igen. 20 millió. Mennyit adsz belőle? Tessék? Mit csináltál volna? Ott, abban azokkal az emberekkel, abban az adott helyzetben? Igen, nem tudod. Hát nyilván ezt azért nagyon nehéz elmondani, mert hogy én nem voltam velük 18 napot, bármilyen hihetetlen, és nagyon sokat rányom azért erre, hogy te milyen kapcsolatot alakítasz ki. Most külsősként, hát most csak megmagyarázok, külsősként, nézőként nyilván van egy szimpátia sorrendem. De ez nem egyezik meg azzal, hogy mi lett volna, ha ott vagyok. Én Viktornak biztos nem adtam volna egy rohadt fillért sem, miután főleg kiderült, hogy azt a 2 milliót elfogadtam, hogy én is elfogadtam volna, de utána elfogadtam volna, hogy nekem sarnak utána. De nem, ne, ezt ne így fogd fel. Hát, én nem ítéltem előtt emiatt, nem ítélem el. Viszont egyértelmű lett volna, hogy figyelj, hát akkor, te kaptál 2 többet millió. Fog kapni, mint az összes többi, akinek adok. Akkor így persze, van. Tehát nem bosszúból nem adtam volna neki, azt mondtam arra, figyelj, Ádám, nem emlékszem, hogy vera mennyit kapott, akkor 2-t, 2-t. 2 is, tehát őket megkínálta azért. Na mindegy, de azt mondtam, hogy figyelj, Ádám, figyelj, Viktor, imádlak, szeretlek benneteket, ti így is többet fogtok kapni, mint amennyit most szétoztam. Ez így van, közöttük. Így van. Sziasztok. És kurva jól jött ki, hogy Ádámot kérdezte először, és ő bevallotta. Igen. Tehát ezek után én Viktornak azt mondtam volna, hogy akkor low cookie, jó? Hát ez már egy szimpátia téma volt a nézők felé, kifelé, hogy hát igaz, hogy tudom, de azért még 500 000-et adok. Ugye neki meg ott azért gondolkodni kell, mindegy. Nem, azért nem, fordítsd meg, mert azért nem volt ez szimpatikus, mert Alex, aki meg ott volt, nem csinált semmit szegény ellene, tehát hogy nem kavart be, nem bántott senkit, hát meg kapott 300 000-et. Érted? Mm. Tehát akkor nem az lett volna, hogy jó, te kijátszottad magadnak a 2 milliót, akkor örüljél annak, az csá. És neked, azt az 500 000-et odaadom Alexnek. Neked is 500-at adtam volna, neked is az 1 millió plusz a pufferbe, akkor azt közted meg, mellett voltatok. Tehát valami ilyesmit, nyilván lehetett volna ez egy kicsit... Tudod, mi lett volna a cikk? Okosabb. Így a végén, hogy
és akkor neked adok 300, neked 500-at, neked 2,5 milliót, és neked így 2 milliót. És így tudod, hogy de az már 21, ja, na, ja, vagy na. Ja, akkor már elfogyott a pénzed, nem érdekel. Ebből még adózni kell. Ja, és tényleg még ezt nem is beszéltük, hogy ez bruttó nyeremény, ha jól tudom, mert csak a Szerencsejáték RT hirdetett olyan nyereményjátékot, ahol nettó nyereményt kapsz, senki más. 40% a nyereményadó, srácok, ma Magyarországon, ha jól tudom. Nem nyeremény szerintem. Tehát nem, mert nyereményadó, mert azt tudom, hogy legyen is, most volt 40% kerek nyereményadót kellett befizetni. Mert egy ismerősöm nyert 500 ezeret és 3 kilót kapott meg belőle kereken, tehát kerek 40% volt. Sőt, ha tárgynyereményed van, annak is az értékét be kell adózni 40%-ba. Azt mondja, hogy kapsz egy 1 milliós tévét, és akkor... Hát megveheted gyakorlatilag 600, vagy 400 ezerért. Mi? Hát nyersz egy 1 milliós tévét, be kell fizetni 400 ezeret, hogyha ezt a játék szervező nem ajánlja fel. Tehát bruttó nyeremény, tehát tényleges nyeremény, vagy nettó, bocsánat, nettó nyeremény, csak a Szerencsejáték RT hirdetett, vagy pedig a játékkiírásba jelezni kell, hogy azt a játék hirdetője átvállalja. Mint a, tehát hogyha ténylegesen úgy teszik közzé, hogy ez már a te nettó nyereményed. Ha nem, akkor bizony nyereményadós. 50 ezer forint felett, azt hiszem. Na, ezen is túl vagyunk. Szóval az vicces. Szóval, mit csináltál volna a 20 millióval? Már szétosztva, vagy már mikor hazajöttem? Bebarnítottam volna a kis szem, nem, hát berúgtunk volna azért. Hát nyilván, de azért nem tudom megmondani, hogy ezt az emberekkel milyen viszonyulnak volna. Így ebbe, nem, ebbe a, ó, hát játszunk, ebbe a formátumba. Nyilván a hozzám közelebb állóknak adtam volna, akik velem köcsögök voltak, illetve Ádámnak és Viktornak, nyilván nem merők, tudom, hogy 2 millióval távoztak, de nem... Nem kezdtem volna ezt a 300 ezeres porrazgatást. Na ezt, igen, ezt erre szoktam. Azt mondtam volna, hogy figyelj, Vera, téged nagyon szeretlek, ráadásul motiváció is egy nagyon őszinte motiváció. Plusz Geri, te is egy halál jó fejgyerek, vagy készülsz az olimpiára. Itt van. Most már kiderült. Most már kiderült. Blabla, te kapsz 2 milliót. Többieknek köszönöm szépen, hogy itt voltak. Semmi. Azt majd találkozunk. Semmi? Hát akikkel mondjuk egyáltalán nem szimpatizáltam, azoknak biztos semmi, vagy akkor azt mondom, hogy tényleg egy 500 000. Még a többieknek. De az, hogy most itt neked 300, neked... 246 ezer. 712, most számoltam ki, majd át... Az euró átfolyam miatt mondom, csak így. Nem tudom, hát jó, nem tudok más helyet dönteni, nem tudom azt a lelki állapotot. Ne tudjuk összehasonlítani már azt, amikor mi itt nézzük a fotelből, vagy ő tényleg ott áll a retekbe. Persze, és, de hát és erről szó, ettől reality, hogy mi is beleéljük magunkat. Ez olyan, mint a legyen ős filmosokra egy tök egyszerű kérdés feltesznek. Boci, szar, tarka, se füle, se, pont. Azt te itthon kiabálsz, hogy farka, ott meg úgy stresszelsz, hogy eszedbe jut, hogy néz ki az a kurva boci. Tehát érted, mi a probléma? Hogy teljesen más az az ideg állapot. Boci. Hidd el nekem, hogy ez egy jó műsor. Van benned még valami? Hát majd ezt megoldom privátban műsor után, ha van is, de az egy másik kérdés. Figyelj, összesítve én azt mondom, mint ahogy az elején is elmondtam, nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, aki egy picit is még talán ad egy esélyt egy valóságshow-nak vagy egy reality show-nak, tényleg más, mint a többi, teljesen újat kapsz, minőségben szerintem összesen lehet hasonlítani az összes eddigivel, tehát képileg mozi, tehát full mozi minőség. Nagyon jó, kicsit talán már túl is van snittelve azzal a sok tájbevágással, de gyönyörűek. Érezhetően sok újraforgatott jelenettel, amit akartam példaként felhozni, a hegyre felfutás. Tehát az, hogy a operator ott rohan a seggedbe, az egy dolog, de amikor a drón veszi fel, egy kurva operatőr nincs a tájon, tehát nyilván azok utólag fel lettek véve, tehát vannak mesterkértebb részek ebben a dologban, de ettől függetlenül, ha ezektől el tudsz tekinteni, szerintem egy rohadt jól szerkesztett feszültséget, szerintem nagyon jó arányban adagoló, nagyon jó karaktereket felvonultató műsor, egy kicsit ott tudsz velük lenni, egy kicsit hétköznapibb, nem a töküket lóbálják, nem arról szól, hogy ki kit fog este megcsinálni, hanem tényleg egy szerintem érték, több értéket adó valóságsó, mint amit eddig megszokhattunk. Tehát én mindenképpen ajánlom megnézést annak is, aki még így óckodik, hogy hát valóságsó, nem, higgyétek el, szerintem ez a mitől nettó 6 óra hossza, hogyha úgy összeadom a hétrészt 50 percenként körülbelül, szerintem ez egy nagyon jó kikapcsolódás. Abszolút, le lehet darálni egy nap alatt. Teljesen jó. Higgyétek el, hogy ennél sokkal, de sokkal rosszabb műsorok vannak fent a különböző megosztó csatornákon, vagy megosztó platformokon. Én is csak ajánlani tudom, nagyon szimpatikus emberek vannak benne, élő emberek, és ez alatt, hogy bár, ahogy Szani is említette, nem mindegyikre kerestünk rá, de hogy megtalálhatók a Facebookon, és
és tényleg szórakoztató. Több benne a csavar, mint gondoltuk, aki nem így látja, az most már tudja az összes csavar. Mi elmondjuk. Mi lehet valaki ezért nézni meg? Na, most jön az a rész, amit mondott ez a két hülye, ott van, te eltetted volna, te el. A szögek. Ági, a szögek. Hát mondta a két gyerek, hogy nem... De ez szerintem teljesen ajánlható és vállalható a műsor, és tényleg minőség. Tehát quality, nagyon durván. És imádom Magyarósi Csabát, attól függetlenül, hogy én nem nézem, én nem fogyasztom a tartalmait. Tök jól lát neki, de belőle többet akartam. Picit. Ez legyen a végszó. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. És nagyon szépen köszönjük még egyszer Varga Ádámnak, hogy rendelkezésünkre állt, és sok sikert neki. Várjuk a következő megjelenését, hát ha még kapunk belőle. Nem csak a dzsungelben, nem csak a hídon, hanem valahol. Nem ígérjük, hogy lesz még ilyen adás, de úgy éreztük, hogy ezt ki kell beszélni. A hídról felesleges. A hídról biztos, hogy nem. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Találkozunk legközelebb a Klasszikusok újra nézve című műsor következő adásában. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Megcsináljuk! Megcsináljuk!